Üdvözöljük a Hold After Hours-ben. Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben. Hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Kezdjük még egy kis, ugye még sok komment maradt, amivel nem foglalkoztuk, itt van egy, hát az egyik leggyakoribb az az volt, ami a különböző beszédhibáinkat próbálta kiavítani. Na most, kedves olvasóink, mi általában számolunk, esetleg írunk, nagyon ritkán beszélünk, tanárok sem vagyunk, és nekem sincs frusztráló, mint amikor visszahallgatom, és hallom a beszédem, hogy nagyjából minden harmadik alany és állítmány stimmel, meg van motyogás, meg szó, kihagyás, de az az igazság, hogy nyitott kapukat döngetnek, tehát ez nekem fáj a legjobban, hogy milyen bénán beszélek. Két dologgal szoktam én magam vigasztalni. Az egyik, hogy ha olyan képzettségűek lennénk, akik szépen beszélnek, mondjuk színészek, vagy, vagy riporterek, vagy tanárok, hát akkor valószínűleg, vagyis hát akkor meg könnyen lehet, hogy nem lenne olyan érdekes az a beszélgetés, amit folytatunk. Egy A másik, amivel egész jól tudok aludni utána, az az, hogy hát egyszerűen a nyelvem nem bírja követni az agyamat, és amikor egyszerűen négy gondolat próbál kijönni a számon, akkor persze, hogy óriási kudarc lesz a vége. Ez lehet a feloldás erre a dilemmára. Előző adásban ugye beszéltünk arról, hogy kivel mennyien értenek egyet, de hát ugye ez Balázs vesző paripája, úgyhogy Balázs akkor mondd be a végeredményt, légy szíves. 49% mondta azt, hogy nem tudja vagy nem válaszol erre a kérdésre, 32% inkább velem érte egyet, és 19% pedig inkább veled. És uh, az az igazság, hogy én még ettől a 19%-től is egy kicsit inzultálva vagyok, mert hát, mert hát akkor, akkor most mi van, akkor nem olyanokat mondok, ami kellően felháborítja az embereket. Igen, én ezt... is így érzem, hogy nem elég forradalmi. Hogyha 19%-ért veled egyet, akkor, akkor, lehet, hogy nem is olyan újszerű ez a gondolkodás. Nem tudom, hogy újszerű, de, de legalább radikális. És, de ezt kiheverem. Viszont, tehát, hogyha valaki még ír ilyen kommentet, akkor azt kérem, hogy Balázsral értsen egyet, mert ugye azt öröm, öröm látni, amikor boldogan küldi tovább nekem, hogy tessék, itt van már megint valaki engem hülyéz, már mint, hogy engem engem hülyéz, és, és ettől ő a Balázs ettől nagyon boldog lesz. Úgyhogy nyugodtan mindenki értsen egyet Balázsral. A én Zsolt, vagyok, azt is el küldeni, amikor valaki engem hülyéz. Jó, de ez sokkal boldogabban, az érződik az e -ezen. Hát ez lehetséges, beismerem. Mert ugye mi az én hozzáállásom, hogy abból nincs beszélgetés, meg abból nincs, nem tudom, új tudás, ha, ha az emberek nem vitatkoznak. Tehát, hogyha Dávid is azt mondja, hogy szegény tehenek, Balázs is azt mondja, hogy szegény tehenek, és én is azt mondom, hogy szegény tehenek, hát abból nincs, abból nincs beszélgetés, abból sehova nem jutunk, mert hát azt mondani, hogy szegény tehenek, az nem egy nagy dolog. Tehát, hogyha bárki találkozott 20 másodperc állatvédő propagandával, akkor azt tudja, hogy szegény tehenek, nem hallgathatnak rákendról, nem dohányozhatnak, és nem nézhetnek sorozatokat. Biztos sokkal jobb lenne az életük, ha ezt csinálhatnák, csak ez nem opció. Az opció az, hogy érik ezt a valamilyen életüket, vagy egyáltalán nem érik az életüket. És ezzel ez nem fog szembe jönni egy PETA oldalon. És egyébként pont a téma kedvéért elmentem a PETA oldalára, sőt nem, beírtam a Google-be, hogy hogy nevelik a húsmarhákat. Első, az egyik első talált az a PETA oldala volt, ahol a Google a következőt emelte ki, hogy ezek a szegény marhák néha be vannak drogozva. Na most balás. Legutóbb mikor voltál verugva. Mert ezek szerint a PETA valójában már, már ott tart, hogy ha te be vagy drogozva, akkor lehet, hogy jobb, ha le se éled az életedet, nem? Hát figyelj, szerintem van egy fontos különbség, amikor a te drogozzák be, meg amikor én magamat, hogy az egyikről én döntök, szegény tehén meg a nem tud dönteni arról, hogy mikor drogozzák be. Ez igaz, de a tehén szerintem semmi se tud dönteni. De megyek tovább, tehát a PETA oldalán a illusztráció annak, hogy milyen borzalmas a húsmarhák élete, az egy pamba tehén, amelyik ott áll egy ilyen füves domboldalban, mögötte zöld erdők, és azon kell kétségbe esnünk, hogy fülbevalója van, amit benn előszakoltak a fülébe. Hát könyörgöm, az összes lányom azért akar engem meglincselni, hogy had fülbevalózzák már be magukat. Még egy mondat a PETA oldaláról. Ezek a szegény marhákat ellátják billoggal, ami időnként harmadfokú ségési sérülést okoz. Könyörgöm, hát hány ember tetováltatja magát, okozva magának harmadfokú égési sérülést? Ezek szerint a PETA, lehet, hogy ő azt mondaná, hogy az ő életüket már nem is érdemes leélni ilyen atrocitások után. Tehát, hogy és, Ez és volt a, a szabad, szabad választásnak a lehetőség, az, az kicsit különbözik a esetekben, amiket sorolsz. Hát, de szerintem a PETA nem a szabad választásra hivatkozik, hanem a fájdalomra, meg a kínra, tehát nem hiszem, Igen, hogy... de a... hogyha az a tehén maga választaná, akkor a PETA sem tiltakozna. Hasonlítsd össze, mondjuk a ugye nem tudod pont, de hogy egy vadon élő állattal, és ugye a -a ahhoz tudod hasonlítani, hogy mennyire más annak a tehénnek, akiket azért nevelnek, hogy nem tudom, tejet adjon, vagy aztán megegyük. De hát az, az, azért a vadon élő tehén is általában arra van nevelő, hogy aztán az oroszlán megegye. Ritkán végegyengülésben halnak meg szerintem ezek a tehenek, de... Ebben nem lennék biztos. De nem, bárja Balázs, hát nem, amire rá akarok utatni ezzel, hogy abból van beszélgetés, hogyha valaki ezeket elmondja, ezeket az ellenérveket, és nem az a cél, mert az sose lesz, vagy nagyon ritkán lesz egy igen-nem válasz, vagy egy fekete-fehér válasz ezekre a kérdésekre, hanem lesz egy csomó érve az egyik oldalon, meg lesz egy csomó érva a másik oldalon, és az ember gondolkozhat, és attól lesz okosabb, ha ezeket mind befogadja, és mind elgondolkozik, és aztán valamit kialakít magában, csak Semmiképes azt alakítsa ki, hogyha valamelyik politikai propaganda azt mondja, hogy a, akkor arra á a válasz. Ha a politikai propagandától jön a válasz, akkor az biztos, hogy rossz válasz. Én erre akarok ráutani, tehát most nem akarok belemenni a tehenek életébe, csak azt mondom, hogy ha Peta oldalát végignézem, akkor végig tudom magyarázni, hogy annak a tehének mér van igenis, nagyon is leélésre méltó élete. Világos, én szeretem mindig, hogy felválad ezt a szerepet. És akkor még egy ö, kemény komment, amin elgondolkoztam, is, megértettem hogy mit üzen a hallgató. Vagy egy női hallgatónkról van szó, egyik a kevésnek, üdvözöljük körünkben. Tehát ez a, ez a komment, ez, ez, nagyon megfogott, mert tehát ugye arra utal, hogy én folyton azt mondogattam, hogy én nem akarok házi munkát végezni, és hogy ez, ez milyen, egyrészt milyen unalmas, hát ez elhiszem, próbálom szórakoztatóan mondani, de hát én sikerül, ahogy sikerül. Itt van egy mondat belőle, te úgy szerű gondolkodnak akarsz tudni a felvetéseiddel, de nekem inkább úgy tűnik, hogy már ötször volt arról szó, hogy egy értelmes, haladó, szellemű budapesti férfinak oké, okay, ha nem végez házi munkát, a feleségének kellene mindent csinálnia. Egyrészt köszönöm, hogy haladó szelleműnek lettem szólítva, nagyszerű. Másrészt én nem erről beszélek, én nem arról beszélek, és nagyon könnyű ezt megfordítani, tehát tegyünk föl, beszéljünk egy olyan hipotetikus családról, ahol a a nő keres többet. És onnantól kezdve, ez az egészen meg lesz fordítva. Onnantól kezdve, hogyha a nő elég sokkal többet keres, akkor, és csak ő tudja kifizetni a takarítónőt, akkor akkor a férfinak kell minden házi munkát végeznie, ugyanis mi a család? A család az egy gazdasági unió, célja a munkamegosztás, a specializáció, azért, hogy minél nagyobb gazdasági outputot tudjanak együtt nyújtani, és ennek a gazdasági outputnak ugye hát egy része a két bér, amit a piac megmér és bérez, azért aztán az könnyű. A másik pedig valóban az otthoni munka, meg a gyereknevelés. Az az optimális, hogyha az, ez az egész van egyelő részre szétoszva. Tehát az egyszerűen számomra az nem kérdés, hogyha a férfi meg a nő ugyanannyi dolgozik, ugyanannyit keres, akkor ugyanannyi házi munkát kell végezniük. Csak én nem is találkozok olyan emberrel, és életemben most találkozok ezzel a jelenséggel komolyan harmadszor, hogy lehet, hogy van akinek a fejébe ez nem így van. Amiről én beszélek, az egy gazdasági kérdés. Én nem arról beszélek, hogy a férfinői felsőbbrendűség, nem tudom, miről szólna ez a, ez az a, kérdés, hanem, hogy ez egy gazdasági kérdés, amiről lehet gazdaságilag gondolkozni, és én ezt próbálom átvinni, hogy ez az Excel gondolkodás, hogy próbálok én mindenről ilyen logikusan gondolkodni. Viszont az, hogy ez valóban okozhat kár, ez ez az én fejemben azért nincs benne, mert mondom, ezzel én sosem találkozom. Tehát már itt a podcastben is említettem, hogy vidékre kellett mennem ahhoz, hogy valaki elkezdjen vigasztalni engem azért, hogy három lányom van. Valamint még egyszer találkoztam ezzel a jelenséggel, szintén vidéken, de ez nincs a fejemben. Tehát viszont elhiszem, hogyha valaki ezt úgymond vidéken eltemetve hallgatja, és tényleg azt, az, az üzenetet kapja Budapestről, amiből még ezt is le lehet vonni, hogy, hogy a férfi ne dolgozzon otthon, elhiszem, hogy ez problémát okoz, és akkor még egyszer, tehát mostantól kezdve nem egy olyan csárdok fog beszélni, ha beszélek meg ilyenről, ahol a nő keres többet, onnantól kezdve a férfinak kell minden házi munkát végezni. Na látod, most úgy megkaptad, hogy már felvetett, hogy már lehet, hogy beszélni sem erről. Még egyébként annyit vagy tegyek hozzá, hogy a problémakörnek szerintem minden elemét nem érinti az, amit mondasz, azt, hogy valójában azt számít, hogy kikeres többet a nő vagy a férfi, hiszen ugye egyrészt tradicionálisan is, másrészt azért, mert a nő fog elmenni szülni, vagy egyébként, van lehet, a diszkriminációnak is hatása, azért valahol az volt az alapvetés, mondjuk a 20. században, ami azért átjött a 21. századra, hogy általában a férfi keres többet. Tehát, hogy te lehet, hogy hogy azt állítod általánosságban, hogy ha a nő keresne többet, csak ugye itt nem biztos, hogy egyenlőek a e tekintetben a lehetőségek, és emiatt végeredményben újra oda fogunk jutni, amit ami ebből, ebből a modelletből az jön ki, feltélezés az jön ki, hogy végül akkor a férfi nem fog házi végezni. Esetleg fizeti a takarító nőt, és a nő pedig igen. Egyébként most ott tartunk, a pont ami az én bajom ezzel a politikai üzenettel, hogy én nem férfi és nőre élezem ezt ki, hanem többet kereső és kevesebbet keresőre. Tudom, hogy egy csomó ok miatt általában a férfi keres többet, de ezért nem a férfiakat kell utálni. Sőt, ezért senkit sem kell utálni, erről beszélek sokat. Az élet egy kosárlabda pálya, vagy egy kosárlabda meccs, ahol aki valamiért előnyben van, és az teljesen mindegy, hogy miért. Lehet, hogy ez előítélet, de erről még mindig nem beszéltünk, majd egyszer fogunk, nagyon kismértékben előítélet. Például igen, azért, hogy a férfi többet keres, annak az egyik oka, hogy a nő a karrierje legfontosabb részében bizony több évre kiesik a munkájából. Csak ezzel nem lehet mit csinálni. Tehát, hogy mint ahogy a... hát egy szintig lehet, mert ugye nem kell több évre, ez ugye ma már túlzás, hát ugye egy ideig igen. ideig kell. kell kiesni de ugye ez sem egyértelmű, a férfi is lehet egy bizonyos idő után otthon a gyerekkel. Csak akar -e? És a nő akar-e dolgozni? És erről is van szó. Tehát, hogy a demokrata párt nagyon szeretné azt, hogy mindenki ugyanannyit szeressen otthon maradni, csak aztán, amikor találkoznak az élettel, a valósággal, hogy kiderül, hogy hát a nők sokkal jobban szeretnek otthon maradni, a gyerekekkel foglalkozni, mert jobban szeretnek gyerekkel foglalkozni egyszerűen, mint ahogy Uvónőnek is jobban szeretnek lenni, mint a férfiak. Tehát nem férfinői, van, hanem az, aki szeret a gyerekkel foglalkozni, meg az, akinek kihulik a haja attól, ha a gyerekekkel kell foglalkozni. Hát miért foglalkozni? Nem, érted? ez, ez egyetértek fél. Szerintem nem attól modern egy társadalom, ha azt nézzük, hogy a apukák vagy a férfiak mennyit vannak otthon a gyerekkel, szerintem a lehetőséget kell megadni. Tehát a rendszer legyen szabad, ugye mindenki egy nagyon széles skálán hogy ezzel a kérdéssel hogyan foglalkozik meg ők, hogyan osztják be egymás között férfi és nő. Tehát szerintem a, a szabadság fontos. A másik, amit mondasz, hogy nem szabad ezért a, ezekért a problémákért a férfiakat utálni. Ezzel, ezzel, maximálisan egyetértek, de a rendszert vagy a kultúrát lehet utálni azt mondani, hogy ahogy mondjuk 50 éve volt, az nem volt jó, és ahogy az előbb is mondtam, meg kell, meg kell adni a, szabadságot, és akkor, és akkor majd egy jobb kultúra lesz. Aztán, hogyha egyébként ugyanoda esik vissza az output, tehát férfi és nő ugyanúgy osztja be egymás között, hogy eddig, akkor az, az is teljesen rendben van, de legalább ez a választás lehetősége ott van. Jó, ja, nagyon jó. Itt hirtelen itt pár tudtunk vonni a, a tehenek és a, és a PETA kapcsán. Jó. Úgy látszik, én mindig sok a választás lehetőségét akarom megadni. Jó, mondjuk ezt a tehenekkel nehéz lesz megbeszélni. Tehen, de... Teheneknek is, meg a, meg a családoknak is. De jó, maszk rajta van, érted? Tehát egyre több chip kerül ezeknek az állatoknak az agyába, egyre többet tudsz majd beszélgetni. Elomásztunk mindig, vagy akkor már a, azt is eldönthetjük, hogy a földön vagy a marson akarunk lakni, úgyhogy még, több szabad lehetőség lesz. Na jó, akkor... Hát akkor azoknak, akik utálják ezeket az agymenéseket, aminek semmi értelme, azoknak örömmel jelentem, hogy lassan a végére értünk, és rátérhetünk a piacokra. Na nézzük a piacokat. Ugye a Goldman Sachs az megint egy viszonylag nagyobb anyaggal, és rettenetesen bullis anyaggal állt elő a részvénypiacokra vonatkozó. Ráadásul nagyon kenegeti a májunkat. Van ilyen? Nem tudom. Ezt én, marha esetén ettől a peta kiborulna, de szóval van ilyen valás. Kenegeti a májunkat? Üh, nem, szerintem nincs. Akkor milyen van? Üh, várj, már én mindjárt megkeresem. keneget, kenegetnek minket, inkább az. Nagyon jó, szóval a Goldman Sachs hája a keneget minket, mert azt mondta, hogy nem csak, hogy a piaci emelkedés folytatódik, de egy pro-ciklikus shift jön. Magyarul az, ami nekünk jót tesz, hogy a, a nép elhatárolódik végre a Tesláktól, meg Nikoláktól, és jön az ipari cégeket vásárolni. Bárcsak és... már itt tartanánk. De már itt tartunk, Balázs, tehát nézem a, a, a horizontunkat, akkor megjelennek 5, 10, 15 százalékos emelkedések, és mind ilyen ostoba konténerhajó részvényekben meg. Szóval ilyen ipari cégekben. Tehát figyelj, én érzem, érzem, hogy a gondolat. Egyébként de... igazad van, én is látom képzeld a részvényeim, mert fényeim lokális csúcson vannak. Februárban persze jóval fentebb voltak még a koronavírus előtt, de, de, március óta ö, lokális csúcson vannak a, van a részvényeim már folyam. Úgyhogy úgy valamit, valamit érzékelek. Így van, tehát eddig kést forgattak bennünk minden plusz 5-10% epőemelkedése, de most, de most fúróipari cégek mennek ennyit. És Amitől számomra ez különösen érdekes lett, hogy a Goldman az e ebben a prociklikus shiftben az egyik évként kiemelte a Good Judgment project, projektet, ahol a úgynevezett szuperforkászterek dolgoznak. Ezek a szuperforkászterek, ezek nem mások, mint Tetlak, akinek a könyvéről majd később lesz szó, egy Csert Tamást elhívtuk, a egy podcast és könyvajánlót csináljunk ebben a mai adásban, úgyhogy az is lesz majd később, erről a könyvről is fogunk beszélni. Szóval ez a Tetlak összehozott egy szuperforkászter csapatot, ami nagyon érdekesen csinálta, én is kipróbáltam magamat, az történt, hogy vagyis az történik, azt hiszem el lehet menni erre a weboldalra még mindig, és az ember elkezd tippelgetni különböző közéleti eseményekre. Például én elmentem 2016-ban, megtippeltem, hogy nem lesz Brexit, megtippeltem, hogy Trump nem lesz elnök. Ezzel azt hiszem véget is ért a Super forecaster karrierem, legalábbis én egy kicsit összeomlottam tőle, és nem folytattam, de ilyesmiket kell csinálni, és azok, akik konzisztensen jó forecasternek bizonyulnak, tehát, tehát aki konstant jól tippeli meg a világ dolgait, arra azt mondja ez a, ez a tetlák, hogy ő benne van egy olyan képesség, hogy jól átlátja a dolgokat, és ha már bizonyít, akkor berakom ebbe a Superforcaster csapatba. Na most ezek a Superforcasterek, ezek Ezekről azt írja a Goldman Sachs, hogy három hete még csak 40% esélyt adtak a tömegesen disztribútált vakcinának 2021 Q1-re, most már viszont 70%-ot. Lehet, hogy erre emelkedett az a sok ipari részvény. Ugye ez egy kicsit más, mint a piac, mert a piac az valószínűleg már egy ideje árazza az, hogy, hogy már nagyon gyorsan jön ez a vakcina, még nem eléggé, az ipari cégekből nem, nem látszik még nagyon. A piacon már azért régóta olvasni azt, hogy már akár idén lesz vakcina, és akkor az már nyilván a Q1-ben az már lesz tömegesen kiosztva. Az, hogy a szuperforkaszterek az inkább arra példa, hogy ezeket a szuperforkásztereket már egyfajta a, valóság reprezentációjaként értékeli. Tehát azt mondja, hogy a piac az persze az optimista, na de ha a szuperforkászterek is optimisták, na akkor viszont már a pia egyre az esély, hogy a piacnak igaza is lesz. Hát remélem, hogy igazuk lesz. De bármit is mond az a Goldman Sachs, azért azt fontos szerintem megjegyezni, hogy a Tesla csillaga még szárnyalóban van, tehát ugye, ha visszaemlékszek a két héttel ezelőtti adásunkra, akkor ugye arról panaszkodtam, hogy hát lehet, hogy majd valamikor putopciót kéne venni a Tesla-ra, mert már annyira magas az árfolyam, hogy régi árfolyamon 2500 volt. Aztán múlt héten nagyon boldog voltam, hogy már ugyan a keresni nem kerestem rajta semmit, mert a putopciót vagy a sortot nem nyitottam meg, de legalább az érzetem győzedelmeskedni látszik, mert végre nagyot zuhant a Tesla, 40%-os mínusz, Azóta eltelt egy újabb hét, ebből a 40-ből legyógozott 30-at, úgyhogy megint majdnem csúcs közelben van, úgyhogy az igazságérzetemmel megint nem vagyok rendben. Ne haragudj Balázs, most már, most már el kell kezdenünk újjárakon beszélni a Tesláról, mert akkor legalább tudom követni, mert nem kell fejben oda-vissza szorozgatnom. 500 volt a Tesla csúcsa, leesett 3, 20 és most megint 450. Így van, így van, úgyhogy gyorsan mozog, úgy néz ki, hogy megint az avokádók, akik veszik ezeket a rövid távú opciókat, ezek megint felhúzzák a Tesla árfolyamát pillanatok alatt, aztán kérdés, hogy meddig fog felmenni. Nem olvasnak goldman az a baj. Vagy az biztos. Hogy... Még egy ilyen sztoria a hétről, ugye tesla a kis testvére, Mondhatjuk talán így a Nikola. Az írtózatos nagy botrányba keveredett, és na, hát ma ha tippelem kéne, akkor ennek az árfolyama azért megközelítheti a, a nullát a következő hetekben, a hónapokban, de lehet, hogy én vagyok túl pessimista. Na most a sztori annyi, hogy a Hindenburg elemzőház, nyomozott egy csomótan Nikola után, és hát azt állítják gyakorlatilag, hogy az egész történet, az egész cég egy hatalmas kamu. És hogy pár ilyen ö, történettel érzékeltessem a dolgot, hogy az egyik ilyen állításuk, hogy amikor a Nikola kamiont bemutatták, hogy annak a belső elemei mennyire jól működnek, milyen, ö, nem tudom, jól néz ki a képernyő a, a kamionon belül, akkor valójában be volt dugva egy elektromos kábel, ami egy ilyen rejtett csatornán így jött ki a padlóból, és gyakorlatilag onnan kapta az áramot a kamion egy másik ilyen mondásuk az az, hogy amikor ö, kijött egy videó arról, hogy ez a Nikola kamion ez hogyan hasít az utakon, akkor valójában ez a Nikola kamion még egyáltalán nem volt kész, és egyszer annyi történt, hogy odatették ezt a kamiont, és meglökték, és egy lejtőn gurult lefele, és egyébként nem volt semmilyen hajtás ebben a, a kamionban. Szél? Nem, egyszerűen csak a lejtő megindították, és a kamerával később kezdték felmenni, és amikor az hiszem felfele ment az emelkedőn, akkor az csak abból a lendületből volt, amit a lejtőn szerzett magával, és így verték át a, azokat, akik ezt a videót nézték, és hát ugye így építették a, a Nikolának az imidzsét. És akkor egy, egy másik dolog, ami ugye valójában a biznisz szempontjából kiemelten fontos, az az, hogy gyakorlatilag azt mondják, hogy itt nincs semmiféle innováció, ez a Nikola az annyit csinál, hogy óriási érvelése van a befektetők felé, köti a partnerségeket mindenféle hagyományos céggel, General Motors akart benne éppen részesedést szerezni, még lehet, hogy talán ki tudnak táncolni ebből a tranzakcióból, ezt nem tudom. Bostól vesznek alkatrészeket, meg egy csomó, csomó hagyományos gyártótól, és gyakorlatilag így, így, pakolják össze a kamiont, vagy, vagy innen vannak a részek, de közben azt állítják, hogy ők szinte minden elemében ennek a hidrogéhajtású kamionnak, ez, Ő, ők újak új, és valami, valami nagyszerű csinálnak. Hát ugye ez a cég, aki egyébként vállalja azt, hogy ő neki short pozíciókkal játszik, tehát ő nyilvánvalóan minden negatív hírt össze fog szedni, és az is lehet, hogy egyébként ez a, ez a cég ez túloz, tehát nem biztos, hogy persze minden vál igaz. Azért annyit, annyit, annyit egyek hozzá, hogy például ezt a kis lejtős trükköt, hogy ott meglökték a, a kamiont, ez például a cég maga is elismerte ez mondjuk ugye a, reputációjukat nem hiszem, hogy nagyon segíti. És a, talán még egy ilyen érdekesség, hogy a hidrogénes töltőállomásokat, amiket majd ugye Amerikában országszerte akarnak építeni, annak a menedzselését a vezérigazgató a saját öcsére bízta, aki a hírek szerint havajon volt még fél évvel ezelőtt kétkezi munkás. Tehát nagyon erősen úgy tűnik, hogy itt a vezérigazgató az egy szélhámos, és hogy ez a, ez a story ez kamu. Attól függ persze, hogy mennyire hiszünk ennek az elemzésnek, ennek a, ennek a Hindenburg aki, aki, ezeket, a, ezeket a sztorikat állítja. Most persze valószínűleg megindult, a, vagy biztosan megindult a pereskedés itt a két fél között, illetve ugye tegnap, tört, tegnap jelentette be, hogy az amerikai felügyelet is elkezdett vizsgálódni az ügyben. Ami az érdekes nekem az, hogy ugye ugyan sokat esett a, Nikola persze ezekre, erre a hírre, az elmúlt egy hétben jöttek ki nagyjából ezek, a, ezek, az új tör, ezek az új információk, de még mindig azért a tőzsde árazza úgy 12 milliárd dollárra. Márpedig, hogyha ezek a hírek igazak, akkor azt gondolom, hogy nullát fog érni a cég. Úgy látszik, hogy még mindig, mindig vannak vevők, úgyhogy lehet, hogy itt ingyen pénzvel az asztalon azoknak tudják ezt a, ezt a céget sortolni. Aztán persze nem igazak a vállak, akkor könnyen duplázhat, tehát van benne kockázat. Én azért most inkább amellett vagyok, hogy, hogy hiszek annak, hogy, hogy itt valószínűleg rengeteg Történt. Tudod, mi ez a Hindenburg? Nem. Az az a Zeppelin, vagy léghajó, ami a lángok martalékává vált. Ez csak úgy figyelmeztetésű közlem egyébként, hogy hát, tehát azért ilyen, ilyen sokszor van, tehát az is, hogy a sortolásból érgő cég egy ilyen előáll, de szerintem most egy csomó IT-s hallgatunk fogta a fejét, hogy hát de balás, hát gyakorlatilag minden IT projekt úgy indul, hogy a bemutatónál még nincs kész az a szar szoftver, úgyhogy csinálnak egy ilyen, olyan felületet, ami csak eljátsza, mintha működne az a, az a szoftver, és ezzel mutatják be a megrendelőnek, hogy milyen jó ez a szoftver. Aztán, aztán persze, ugye nem történt semmi más, csak az IT is, az inkább sorozatokat nézett egy csomó ideig, aztán majd, amikor már nagyon fontos lesz, a is nekiveselkedik, és megcsinálja az egészet, úgyhogy én ettől még nem vagyok teljesen biztos, hogy a Nikolá. vagy mondjuk úgy, hogy nem ettől vagyok biztosabb, hogy a Nikolának össze kell omlania. Hát figyelj, hazudtak állítólag a megrendelésekről és azoknak a mértékéről, tehát mondhatnám úgy is, hogy itt, ha igaz, amit a Hindenburg Research akkor itt tényleg minden hazugság nem, nem csak az, hogy két hónappal később készült el az, amit a bemutatom, már bemutattak. Na mindegy, majd meglátjuk, majd meglátjuk. E, minden eset az én fantáziámat izgatja, tehát put opciót erre is lehet venni, mondjuk jó drága, tehát azt néztem, hogyha valaki mondjuk arra számít, hogy decemberig mondjuk a, a cégnek a, a, elveszíti a harmadát az értékének, akkor, akkor körülbelül ugyanilyen áron kaphat egy put opciót, tehát hogyha most valaki mondjuk most ilyen 30-33 dollárra zár, akkor ilyen 10-12 dollárba kerül egy, egy put -opció, ami decemberben jár le, tehát hogyha harmadával esik addig a cégnek az értéke, akkor vagy csak nullában. Tehát ilyen nagyot kell esnie ahhoz, hogy ez a put-opció egyáltalán megtérüljön, és az, hogy még nyerjünk rajta, az meg még többet kell esnie. Tehát, hogyha mondjuk nullára esik, akkor, akkor ugye háromszoros nyersz ezen a, put putopción. De azért az, hogy nullára kell esni, az talán túlzás, tehát azért van valamennyi cash a cégben, meg valamit azért biztos csinál, tehát lehet, hogy, lehet, hogy teremtett értéket, tehát lehet, hogy túlzás a nullára számítani, bár kiderül persze, hogy szinte minden volt, amit csináltak, akkor ez a rengeteg per majd, majd nullába viszi az árfolyamot, valahol ugye a Wirecard esetében is mégis ez megtörtént, mindegy. Érdekes kérdés, meglátjuk, mi lesz. Én nem a fogalma egy kis kutopcióra. ha már Tesláról lemaradtál. Ha már a Tesláról lemaradtam. Vagy nem tudjuk, hogy lemaradtál, -e, mert ahhoz ki is kellett volna zárni. Elként a Tesláról hagy mondjak annyit, hogy amikor már 800 dolláron is tényleg azt gondoltam, most bocsánat, a régi árfolyamot mondtam, akkor legyen az, hogy amikor már 200, új árfolyamban beszélek ezen túl, hogy amikor már 200 dolláron azt gondolja az ember, hogy őrül drága, tudtam, hogy nem akarok hozzányúlni, akkor ugye 500 dolláron sem voltam magamra mérges, hogy, hogy ugye nem nyitottam meg a sortot, mert hát az ember úgyse találja el azt a, azt a, pontot. Most a Tesla ahhoz, hogy ma nyerőbe legyél, mondjuk volt 5 napnyi lehetőséget, hogy pont akkor is meg a sortod, miközben a Tesla már forog több éve, és már több éve tudod azt mondani rá, hogy, drágának találod, meg hogy buborék van benne, tehát egyelőre ez a buborék nem pukkadt ki, ez persze nem igaz, hogy, vagy nem biztos, hogy ez nem, nem változik meg a jövőben, egyelőre nem bánom, hogy nem sortoltam így, hogy 450 most az Szerintem ez a jó hozzáállás. Tehát Teslát, Nikolát szerintem azoknak kell trédelniük, akik hetente szeretnének duplázni. Ha az embernek nem az a célja, hogy hetente duplázza a vagyonát, hanem, hanem csak az, hogy megpróbálja biztonságosan az évi 10-15, nem tudom hány százalék return-t kitermelni, akkor teljesen fölösleges ilyen, ilyen vad részvények után kapkodni. A szép kis ipari cégeink, amik mostanában napi 5-10%-ot emelkednek, azok is képesek erre. Hát ez a sajnos az utolsó mondásod, az nagy túlzás, de egyébként teljesen egyetértek, tehát mi podcastban ugye sokat beszélünk ezekről a cégekről, amikben amik ekkora a hype, meg amiben a sztori van, de valójában nekem is a pozíciómnak maximum az 1%-ában játszom ilyesmikkel. Ahogy Zsolt mondja, szépen ücsörgünk a ipari és egyéb cégeinkben. A hallgatóinktól érkezett pár kérdés azzal a kapcsolatban, hogy mi mit olvasunk, mi milyen podcastokat hallgatunk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt most nem kettesben Zsoltal hanem fogjuk megbeszélni, hanem meghívtuk Csár Tomit, aki a részvényelmző csapat vezetője nálunk, és már egyszer beszélgettünk vele az egyik podcastban. Tudtam, hogy ő az egyik legműveltebb ezekben a témákban, úgyhogy vágjunk is bele. Tomi, kérlek számolj be nekünk arról, hogy mik voltak azok a podcastok vagy könyvek, amik a legnagyobb hatással voltak rád mondjuk az elmúlt időszakban. Sziasztok! Szívesen mesélek erről, de, de hogy kezdjem egy kicsit onnan, hogy nekem nagyon nagyon nagy kedvelője vagyok ennek az egész podcast műfajnak, és szerintem ez egy fantasztikus találmány, ami az elmúlt öt évben mondjuk így bejött az életünkbe, vagy az enyémbe, mert nagyon jó dolog az, hogy az ember azokba, az üres járatokba, közlekedésbe, autóvezetésbe végre olyan témákról hallgathat, ami tényleg érdeklés, nem csak a rádióknak a kicsit unalmas, vagy elcsípett dolgait kell hallgatnia, vagy az ő zenei választások, nem tényleg az ember az, azzal töltheti ezeket az úgymond fölös idejüket, amit, amit szeret vagy érdekli. Úgyhogy én minden, minden ismerősömet, barátomat, bárkivel beszélgetünk, biztatom arra, hogy ismerje meg azt, hogy a podcast világban mi az, amit érdekli, és hallgassa. És nyilván én a befektetési oldalon vagyok, és az egész nap befektetési kérdésekkel foglalkozom, ezért én érdeklődésem is ehhez a a témakörhöz kötődik, amiben persze lehet, hogy most sokaknak túl száraznak fog tűnni pár dolog, amit mondok. Próbálok olyanokat is most mondani, amiketől amik egy picit azért távolabb mennek, esetleg hát mindenkinek meg kell találni a saját ízlését. Nekem egyébként a abszolút azokat a podcastokat szeretem, ahol, ahol jellemzően interjú van, mert ha csak egy valaki beszél állandóan, akkor egy idő után nehéz sok új érdekeset mondani. Úgyhogy én azt nagyon élvezem, amikor érdekes embereket meghívnak olyan témában. Érdekel Az első, amit mondanék, az, az rögtön egy ilyen nem annyira beletalálva a pénzügyi világ közepébe. A, ezt a Farnham Street csinálja egyébként, ami szerintem egy nagyon érdekes blog is, de a podcastnak az a neve, hogy The Knowledge Project. Ez csak havi egy interjút jelent, ahol a meghívott vendégek, szerintem a podcast kezdetén jobban kötöttek, közelebb voltak a, a befektetési világ döntéshozatali dilemáihoz, különböző döntéselméletekről, pszichológiákról jobban volt szó, de, de, folyamatosan szerintem távolodik egy kicsit a téma, és általánosságban próbálnak olyan meghívott vendégeket hívni, akik az élet valami területén legyen a sport, művészet sikeresé váltak, és próbálják arról beszélgetni, hogy mit lehetnek ennek a, a kulcsai titkai az ő életükben. Amiket én, én, én közeledve a pénzügyi szektorról, amit rendszeresen hallgatok interjúkat is, Persze ezek mind változó minőségűek, de összességében időről időre érdekesek tudnak lenni. Az számomra a konzuálumáknak a West Track nevezető podcastja, szintén folyamatosan interjú, heti szinten interjú pénzügyi világ szakértőivel, a, ilyen a Masters in Business, ami szintén egy heti rendszerességű Zsoltáltal és jól ismert majd. Biztos reflektárra podcast a jó. Egy pillanat, annyit közbevetek, hogy ezeket majd felrakjuk az alapblog tehát nem kell kétségbe se jegyzetelni, benne lesz az alapblog az összes ilyen ajánlás. Ez fontos, és szerintem ismét is sokszor hallgatok podcastokat, ott ők is ajánlanak másokat, és sokszor alig lehet hallani, érteni, és aztán nehéz megtalálni. Például a Masters in Business az Barry Ritholtz, aki egy rettenetesen nagyképű és tekintélyelvű amerikai, és ő beszélget ugye vendégekkel, és én mindig a falra mászok az elejétől, mert ő úgy gondolja, hogy attól lesz az ő Beszélgetése érdekes, hogy elmondja egy iszonyú hosszú dicsőséglistát a vendégről, egyszer nekünk, aztán amikor megjelenik a vendég, akkor még egyszer elmondja a vendégnek is. Hát és ettől én mindig falra mászok. Úgyhogy nekem ez egy kicsit lemar az értékéből, de aztán a beszélgetések már jobbak szoktak lenni igen sok ilyen podcast van, hogy az ember hallgatja, megszokja, és akkor tudja, hogy mikor kell beletekelni. Nagyon sokszor az első pár percet ki kell hagyni, vagy a legvégét. Most ezzel rontom a biznisziteket, de <laughs> a, ez, amit mondtál Zsolt, abszolút igaz, és én a Masters in Business úgy kezdem, hogy addig tekerem, amíg meg nem szólal a másik fél először, mert nem vagyok kíváncsi. Berrit Ritholt felvezetőihez, de érdekes embereket tud behívni időről időre szerint. Mondanak még kettő ilyet, ami a szakmánkhoz egyre szorosabban kötődik, de akit érdekel a befektetésüknek közelebbről azért szerintem érdekes. Az egyik a Capital Allocators, a másik meg az Invest Like the Best. Szintén olyan podcastok, hogy évek óta heti, két heti rendszerességgel állandóan interjúk és és ezek közt mindig lehet talán érdekeset. Picit más témában a makró, nem ennyire a befektetés, hanem általánosában a gazdaság kérdéseit érintőnek szerintem jó podcast a, az ekontak amit talán tőled hallottam Zsolt először, és te hívtad rá fel a figyelmemet, és is időre időre vannak sok jó makro téma, illetve van a Macro Voices nevezető podcast is, ami megint egy olyan podcast, mint a Masters in Business, hogy bele kell tekelni legalább 15 percet, mert az első 15 percben a két házigazda beszélget piaci aktualitásokra, ami szerintem nem annyira érdekes, de utána jön mindig egy 30-40 perc blokk érdekes meghívott vendégekkel interjúkra. Ez jó, mert mi itt egy órában beszélgetünk piaci aktualitásokról, de... Ezek szerint Tomi, te minket nem hallgatnál. Akkor ezt vágjuk ki. Jó, hát Tamás, látom, tan tanulod a podcast szerkesztés micsoda rejtelmeit, viszont akkor az pont érdekes lesz a mi podcast hallgatóinknak, hiszen ők ilyen podcastet hallgatnak. És egyébként ez már az előbb is eszembe jutott, hogy most Tamás elmondta, hogy milyen jó a podcast azoknak, akik egy podcastet hallgatnak. Ez mindig ez a politikai párbeszédben is probléma, hogy mindig mindenki annak mondja az érveit, akik, akik úgy is azt akarják hallani. Jogos, ezért próbáltam mondani egyébként, hogy akkor csak a hallgatók biztassák a környezetüket, mert én, én azt tapasztalom, hogy nagyon kevesen hallgatnak podcast ezt, pedig ez egy nagyon jó dolog. Igen, de nagyon szaporodik, pláne hogy az Egyesült Államokban, hát nyilván az a, az a úttörő, hát Magyarországon még kevés. Az a baj, megint ez a magyar nyelv. Ugye magyar nyelven kevés podcast van, úgy volt azért abból is egyre több, és hát jó, mondjuk én mindig csodálkozom, ha valaki nem beszél angolul, de ez, ez egy óriási gát azért még itt Magyarországon. És Tomi, most itt mondtál pár példát, de egyébként bennem is felszokott merülni, hogy miért jobb egyébként podcastot hallgatni, mint olvasni akár elemzést, akár könyvet. A, a folyában nézve egy, egy podcast mindig egy sokkal rövidebb, gyorsabban befogadható dolog. A könyv meg sokkal tőt, időt igényel. Úgyhogy ugye nagyon sokan ezért óckodnak a könyvektől, mert, mert ó, 400 oldal, és igazából van benne három jó gondolat, vagy öt. Az egész nagyon hatékony, talán nem éri meg. Egyébként ezt szerintem mindenkinek magának kell megtapasztalni, hogy, hogy, hogy ő, ő, melyikből tud jobban tanulni, melyik, amit, amit, jobban hasznosítani tud. Én, én nekem az életemben fontosak voltak a könyvek, mert nekem segít abban, hogy, hogy, az az adott ötlet az elmélyüljön jobban bennem, hogyha ha időt töltek vele. Egy podcastnál pont lehet az, hogy az ember hallja, a következő a más dolgot hall, kiszáll a kocsiból, és, és elfelejti az egészet. Tehát ilyen szempontból uh, itt itt van számomra a könyveknél talán egy, egy előny, de a podcast viszont sokkal alkalmasabb arról, hogy aktualitásokról beszéljünk, amit egyszerűen könyvek nem tudnak megcsinálni. És egyébként tudnál példát mondani, melyik volt az a könyv, ami rád nagy hatással nagy volt a befektetések világát tekintve? Amikor uh, még az egyetemi éveimben eldöntöttem, hogy befektetésekkel fogok foglalkozni, akkor belefutottam egy Warren Buffettről szóló könyvbe, és teljesen megfertőzött ez a világ, az ő befektetési szemlélete. Ezek az olvasmányaim során találtam rá az ő üzlettársára, Charlie Mangerre, aki a Warren Buffett sikrei mögött neki hatalmas szerepe volt, de kevésbé ismert. És az ő, ő hozzáállása volt, hogy egyébként a, alapvetően ahhoz, hogy jól lehessen befektetni, széles körben próbálni kell képezni magát az embernek olyan határterületeken, amik, amik majd jelentősen hozzátesznek a, a, befektetési döntésekhez. Ezért szerintem egyébként nagyon érdekes Charlie Mangerről olvasni, az egyik róla szóló életrajzi könyv a Dan Wright nevezető, illetve van egy Poor Charlie Zalmanak, ami igazából összegyűjti az összes munkásságát, róla megjelent írásokat, interjúkat. Elérhető van neten neki, egy, egy, szerintem nagyon érdekes beszéde is, egy hosszú beszéde, amit az egyik egyetemi évzáron tartott, aminek az a cím, a Psychology of Human Misjudgment. De alapvetően ő, ő így nagyon ráhelyezte a fókuszt, és ez szerintem már más oldalról is ö, könnyen erre rá lehet találni a befektetéseknél, hogy a, hogy a, pszichológiának, a viselkedési közgazdaságtanak milyen nagy szerepe van, és, és ezek a dolgok nem kaptak elő hangsúlyt a, még az én egyetemi tanulmányaimban mondjuk 15 évvel ezelőtt. Ugye ez az a téma, amit szerintem amit én sokat próbáltam olvasni, és szerintem a legtöbbet hozzátesz a, a munkáimhoz is. Ebben a témába szerintem a talán leg, legfontosabb, legjobb könyv, és ez magyarul is megjelent az a Nobel-díjas Kahneman és szerzkinek a gyors és lassú gondolkodás. Szerintem, ha egy könyvet mondhatnék bárkinek, hogy ezzel ismerkedjen meg, az ez lenne. De ugyanis Charlie Manger nagyon sok szor hirdette, hogy szerint egy fantasztikusan jó könyve a Ciadini-nek az, az Influence nevezetű könyve, nem tudom, bocsánat, hogy magyarul ez megjelente, de ez a könyv is arról szól, hogy alapvetően, hogy befolyásolják az embert mindenféle dolgok, hogy lehet befolyásolni, illetve hogy lehet kivédeni azt, hogy minket ne befolyásoljanak túlságosan külső tényezők. Ezzel a dologgal visszajönni, és lehet, hogy erről szól, vagy nagyrészt erről szól az egész marketing szakma, de ez egy szinte a társadalom minden tagja számára egy ilyen érdekes önvételem is, fölismerni jól azokat, hogy 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 próbálnak minket befolyásolni. De ugyanúgy ebbe a pszichológiához tartozó, szerintem hasznos könyv, Thalernek is a, a Misbehaving könyve, ami szerintem szintén magyarul is már megjelent, csak bocsánat, a, a címét nem tudom. Tehát rám ezek voltak a, a legnagyobb befolyással, ezeket nem mostanában olvastam, és mostanában nem is mutattam ilyen már ilyen meghatározó könyvekbe, de ezek szerintem mindenképp nagyon fontos voltak. És ugyanígy a a szemléletformálás oldaláról, vagy azt olyan könyvek, amik segítették azt, hogy hogyan gondolkozzak a kockázatokkal, a véletlen szerepével, szerintem elég hasznosak voltak, így itt kiemelném Michael Mobassin nevét, akinek több ilyen könyve van, például a Success Equation, ami végig szinte arról foglalkozik, hogy mennyire érdekes az egész életünkben, hogy nem tudjuk jól szétválasztani a véletlen, meg a, meg a, a nem véletlent, és, és sokszor tudjuk be a tehetségnek azt, amit mi okoztak, és a fordítotja is. De, de nagyon szemléletforváló volt ilyen szempontból Péter Bevelinnek és a Seeking Wisdom című könyve, ami nagyba támaszkodik megint csak Charlie Munger írásaira, az által javasolt dolgokra, és, és próbálja egy kicsit fizikai, matematika és pszichológia oldalról is azokat a témákat átvenni, amik segítenek abban, hogy, hogy bölcsebbek legyünk és racionálisabban gondolkozzunk. Hát meg ide stimmel, akkor Nassim Taleb klasszikusan, nem a fekete hagyjuk? Így van, nagyon jó, hogy mondod, mert pont meg az, amit elfelejtettem, és hogy, hogy így van, szerintem a Talebnek, szerintem mindegyik könyve érdekes, a, az első volt talán a, gyorsan akartam mondani, és nem jut a neve. A Fekete Atyú az a második könyve volt. Már az előtt a, a kijött egy el, ami, ami szintén egy szerencsére. Szerintem így van, el? így van, jó, az az Balázs, igen. Szerintem az is tök jó, a Fekete Atyú is jó. Talán utána, amit írt a Antifragile, az, az túl hosszú lett és túl kevés újat adott. De végül az utolsó megjelent könyve, ami rövidebb újra, a Skin in the Game, az is, abban is sok érdekes gondolat Ezek is abszolút ajánlom, és, és, és formálja az ember gondolkozását visszatérve egy kicsit a podcast versus könyv, hát ugye a podcastnak az egy nyilvánvaló előnye, hogy azt tudod futás, biciklizés, autózás közben is csinálni, a, ami ugye egy könyv erre alkalmatlan, tehát ez a szerintem az egyik legnagyobb előnyük. A másik pedig az, hogy ugye Tamás most egy csomó interjút ajánlott, aminek megvan az előnye, mondjuk az egy kicsit könnyebben emészhető, meg talán egy kicsit szórakoztató, bár nem tudom, mert hogyha valaki nagyon tanulni akar, akkor a különböző hát úgymond előadások azok, amik ugye nagyon jól össze vannak rakva, nagyon logikusak, és megpróbálnak belezsúfolni minél több gondolatot, és hát ennek ugye vannak a mindenki által ismert formái, amiket én, én sokat szoktam alkalmazni, ugye ilyenek az ingyenes online kurzusok, mondjuk a Coursera, ahol a számomra messze legnagyobb hatású ilyen uh, tam, nem is tudom, hogy hívják, hát nem tanfolyam, ez ugye az egyetemi anyag, uh, az a kurszerám a Modern World, ez valószínűleg az, azt hiszem az egyik legnépszerűbb Amúgy is ilyen kurzus, ami arról szól, hogy a francia forradalomtól a mai napig gyakorlatilag, hát legalább magyar belpolitikai ideológia mentesen, V.I. mondja, hogy hogy milyen nagy folyamatok határozták meg azt, hogy oda jutottunk, ahol most vagyunk. Tehát én annál tanulságosabbat, és az rengeteg óra, tehát az ember az, az nem tudom, az 20 óra, vagy a fenet, ugye mennyi, hát az a nagyon sokáig el tud lenni. Aztán hát a tettolkok, -ok, ugye azt mindenki ismeri, a tettolkok -ok is olyan, amik 20 percben összerakatják az emberrel a mondani valóját, és megpróbálja nagyon logikusan és nagyon struktúráltan. És egyébként ezeket ki is lehet jegyzetelni. Tehát én nagyon sok ilyen beszédet, meg ilyen tanítást, azt egyszerűen kiegyzeteltem magamnak, és aztán még fölraktam a biciklimre, és azt olvasgattam, miközben bicikliztem, amikor épp nem akartam hallgatni valamit. Szóval rengeteg eszköz van arra, hogy az ember tanuljon, a legváratlanabb pillanatokban is. Én még hagytadjak hozzá két könyvet, amit a, talán a Tomi nem mondott, de szerintem még érdekes. Egyébként az egyiket pont ő ajánlotta nekem, ez a Joel grimlett a, a könyve, ami a, aminek a címe az, hogy You Can Be a Stock Market Genius, és, és ez a könyv a, a spin szól, ami azt jelenti, hogy olyankor Sokszor jó lehetőségek vannak a tőzsdén, amikor egy nagyobb vállalatról leválasztanak egy üzletágat, és az egy ilyen kisebb vállalat önállóan kezd kereskedhetővé válni a tőzsdén. Várjá, várjá, a... ez hat fűze hozzá, A Grafisoft és a Grafisoft Park szétválása oh. volt a leg, talán el mindenkinek a legtest közelébb ilyen élmény. Attól aztán mind a két részvény árfolyama sokszorozódott, hogy szétválasztották azt a kettőt, de erről Tamás, mondjál te is néhány mondatot. Hát ez, ez egy nagyon sikeres példája ennek, igen, jó, hogy mondhat Igazából ugye sok esetben van olyan gond, hogy vállalatok nőnek, terebélyesednek és elveszítik a fókuszt, és többféle iparágba kezdenek dolgozni, és ez egy idő után rányomja a bélyegét az árfolyamukra is, mert mert az elemzőknek sem jó ez, hogy, és a befektetők számára sem, mert nem tudják, hogy igazából most mibe is fektetnek. Most egy ipari vállalatot vettem, most egy ingatlan vállalatot vettem, most egy szoftvervállalatot vettem. Tehát amikor ezek a dolgok nagyon távolálló dolgok egy vállalatba összpontosulnak, ráadásul épp az egyik résznek nem megy olyan jól, az nagyon rá tudja nyomni az egész vállalatra, a árazására, árfolyamára a bélyegét, is, és, ilyenkor tud nagyon értékteremtő lenni egy ilyen szétválasztás, amikor újra tisztább fókuszú vállalatok lesznek, amiket aztán jobban meg tudják találni az ő befektetők. A Grafiszok Park, és a Grafiszok az pont egy ilyen történet volt, hogy egy szoftvercég első lépésként a Óbudán elkezdett a saját magának irodát építeni azért, mert nem talált akkoriban a piacon olyan környezetben, olyan színvonalú irodát, amiben ők élni szerettek volna. De azt rájöttek, hogy ez, ez, érték lehet más vállalatokra is, és egyre nagyobbá nőtt ez az ingatlan fejlesztés, a végén már ennek az értéke, mértéke vetekedett akár a szoftver cégével. Ugye teljesen más szakma, teljesen más befektetőket igényel az ingatlan szektor, mint a szoftver, és ő ezt ismerte fel a vállalat, illetve a vezetője Bolyák Gábor, hogy sokkal értékesebb lesz, így után ez külön két cégben. Itt akkor ezt a könyvajáló listát, nekem még a Fidelity Magellánnak a, az alapkezelője a Peter Lynch nek a könyve tetszett, az is ilyen fundamentális befektetésről szól, sikerrel a tőzsdén, azt hiszem az a címe. Még egyet hagyd, hagy mondjak én is hozzá, hogyha mi bedobtál egy-két ilyen sikeresebb befektetőnek a könyvét, amit én még nagyon ajánlani olyanoknak, akit föl kell, akinek fölkeltett az érdeklődését a befektetési szakma, akár maga is szeretne ebbe gondolkozni, döntéseket hozni, de még inkább az elején tart, az a Harvard Marksnak a The Most Important Thing. Ez egy olyan könyv, ami viszonylag rövid fejezetekben gyakorlatilag segíti egy, egy kicsit a pálya elején lévő befektetőt abba, hogy, hogy, milyen hibákban ne essen bele. Csak mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye a laikus befektetőknek egy, szerintem egy gyakori hibája, hogy nem tudják szétválasztani a jó vállalatot és a jó befektetést. Tehát ha egy, ha egy vállalat megtetszik nekik, vagy a termékük megtetszik nekik, akkor, akkor belelkesednek és megveszik a részvényét, még lehet, hogy már nagyon túlzott az árazása, és mindazt mind a pozitív dolgot tartalmazza az ára, amiért megveszik, sőt, még annál is többet. És ennek a fordítottja is igaz. És az, az ilyenfajta ö, témákat járja végig a, a könyvben, ami segítenek abban, hogy hogy gondolkozzál egy kicsit, hogy gondoljál túl az első körös ilyen nyilvánvaló dolgokon, és hogy próbáld megérteni, hogy mi lehet már benne, és mi az, amit tényleg mozgatja még innent az értéket. És ehhez ugye egy érdekesség, Hár Marx, az Oak Capital vezetője, Dave Portnoy a legnagyobb ellensége, akit folyamatosan szapul minden héten, hogy hogy lehet mínuszt csinálni az idei piacon, amikor ő mit tudom én plusz nem tudom hány száz vagy nem, hány millió dollárnál jár. Változnak az idők. Milliárd dollárnál, nem? Zsolt, nem tudom, hol jár. Nem tudom, hol Beszéltünk ezekről a könyvekről, és nálunk ott a portfólió kezelésen van egy egész kis könyvtár, hát elég kicsi az a könyvtár, de mondjuk, hogy könyvtár, amiben az egyik az Tetlaknak a Super Forecasters című könyve, és érdekes, hogy nem is azt a könyvet olvastam, hanem Tetlakkal hallgattam, azt hiszem két podcastet is, és nagyon megfogtak dolgok, de erről már beszéltem, vagy korábban, vagy később, ezt nem tudom, mert két részletbe veszük fel ezt a podcastet, majd megálltjuk, hova rakjuk be, de kiveszek belőle két gondolatot, amiről hogy beszélgessünk itt néhány percben. Az egyik az az volt, hogy mondjuk van az amerikai elnök, és vannak, van öt tanácsadója. És azt mondja az öt tanácsadó mindegyike, hogy 80 százalék esélye van annak, hogy Putyin bevonul Ukrajnába. Na most erre azt mondja a Tetlak, hogy ha ez az öt elemző, ez mindegyik ugyanazokból a jelekből vont el a 80 százalékot, akkor ez nem lett sokkal robosztusabb ez az előrejelzés, ez azt jelenti, hogy 81 81 százalék esélye van. Azonban, ha az öt elemzőből az egyik az a social médiát elemzi, a másik a telefonbeszélgetéseket, a harmadik az a nem tudom, hadseregek mozgását, a negyedik egy politikai jellemző, és így teljesen más inputokból jutnak mindegyik a 80%-ra, akkor ez már egy annyira robosztus forecast lesz, hogy az akár 95% vagy 98% esélyt is adhatunk neki. És ugye ez a tőzsdén is érdekes, hogy az, hogy eldöntsük, hogy egy árfolyam milyen eséllyel megy melyik irányba, azt lehet nagyon sok irányba meg, megközelíteni, mert hiszen lehet fundamentális oldalról, technikai oldalról, fund flow oldalról, stb. És valahogy ezt a, párhuzamot a pározamot nem tudom nem megvonni, hogy szerintem ez a tőzsdén is adott ez a dolog, hogy minél több irányból próbálsz megközelíteni egy mondjuk egy részvényárfolyamot, akkor annál robosztusabb lesz az eredményed. Hogy látjátok? Én szerintem ez lehet, hogy igaz. Hát alapvetően egyetértek a, a, egyet a megjegyzéssel, de például amikor arról akarunk gondolkodni, hogy merre halad a világ mondjuk egy adott időpontban, mondjuk a következő fél évben, akkor nyilván mi is megszoktuk beszélni, hogy jobb, hanem ugyanazt az elemzést olvassa mindenki, hanem, hanem ugye divers anyagokból készülünk. A másik oldalról, a, amit felhozol, konkrét példát, hogy mondjuk technikai elemzés, vagy fundamentális elemzés, vagy hogy a, mer, merre mennek a flók, azok szerintem nagyon kötődnek időtávhoz. Tehát az, hogy mennyi pénz áramlott be az amerikai ETF-ben az elmúlt héten, vagy az elmúlt egy-két hónapban, az, az lehet, hogy jó beszélés a következő néhány hétre, de biztosan nem mond semmit a következő fél egy évről. A technikai elemzésnek ugyanígy szerintem vannak korlátai. Tehát itt az igazság, hogy nem biztos, hogy egy fundamentális elemzőnek mind a hármat nézni kell, hogyha ő mondjuk hosszú távon gondolkodik, már a másik kettő ebben, ebben, nem segít. Én csatlakoznak Kaláshoz, is egyetértek, de hogy nyilván a diverzitásnak van értéke. És uh, ilyen szempontból, főleg ha egy új befektetés nézünk, vagy foglalkozunk vele, akkor, akkor hasznos lenne arról mondjuk egy olyan körbe ülnénk le beszélgetni, ahol minél többféle ember van, és mindenki hozza a másféle szemléletét. Ez, nagyon sok kutatás kimutatta, hogy ebbe, ebbe, lehet érték. Ugye a, a, másik gond, vagy dolog az, hogy amikor az ember elkezd gyakorlatilag már folyamatosan befektetni, akkor, akkor ez, ez, ez eljut ezekhez a különböző időhorizont problémákhoz, amit a Balázs is mond, és, és itt jön, kezd egy olyan dolog lenni, hogy, hogy ilyen nagy, nagyon divers zen nehéz, mégis konzisztens döntéseket hozni. Tehát szerintem ennek, ennek nagy értéke van újszerű dolgoknak a közös megértésében és elrökásában, de lehet, hogy már a mindennapi helyzetelemzésekből több zavart okoz, hozz, mint hozzáadott értéket. A másik az csak egy érdekes mondat ugyanebből a, a témából. Ez a Ted Lack, ez beszélgetett, nem is tudom, mondjuk valami amerikai, tábornokokkal, vagy nem tudom kikkel is, mert nekik nagyon fontos lenne ez a különböző előrejelzés, és akkor megkérdezte a tábornokokat, ez a tetlák, hogy na jó, de mondjuk tegyük föl, hogy meg tudjuk jósolni, hogy Putin 30%-kal vonul be Krímbe, vagy 60%-kal. Mi a különbség? Hát óriási a különbség, de mégis mi a különbség? És a tábornokok döbbenten ültek ott, hogy ja, valóban, hát mi a francot csinálunk másképpen. Ez, ez csak úgy megfogott engem ez a, ez a, gondolat, és hát ha van valami hozzáfűzni valótok. Én azt fűzném hozzá, hogy a, ezt a forecastingot én is olvastam, és, és, abszolút javaslom mindenkinek, hogy, hogy olvassa el. Ez, nem mondtam külön a könyv de még ha mondhattam volna őt nevet, akkor már abban lett volna. Tehát tényleg egy érdekes könyv, vannak benne érdekes gondolatok. Engem például az fogott meg egyébként, és ez az, az a dolog egyébként egy fontos gondolata, akár nem amiknak is, hogy, hogy amikor ilyen bizonytalan dolgokra keresünk valami becslést, akkor a legjobb stratégia az, hogyha megpróbáljuk ezt kívülről nézni, kívülről közelíteni, és megnézni azt, hogy hasonló esetekben a világban mik történtek. És ez sokkal pontosabb meslésehez vezet, mintha az ember nagyon apolékosan elemzi az adott szituációnak a mindenféle nüanszát, és abból az adott szituációt próbálja nagyon fölépíteni. És szerintem ezt átloknak is az egyik megállapítása a jól, még szentem régebben olvastam az ő könyvét, hogy ahogy visszanézték, is, és nagyon nagy adatbázist építettek abban, hogy kik voltak a, a sikeres előrejelzők, és hogy mik lehettek az ő jellemzői, az ez volt az egyik fontos, hogy átlába az átlagtól vagy a távolról, közelítették a problémát, nem közelről, és másrészt folyamatosan próbálták a becsléseiket finomítani minden egyes beérkező többlet információval. Köszönjük, Tomi, akkor, hogy itt voltál velünk, és akkor mi megyünk tovább, Zsolta. Sziasztok! Nagyon jó, jó, és közeleg a választás, amire mindenki fenni a fogát. Itt egy cikk, ami olvasom, hogy a hirdetés fogja eldönteni a novemberi választásokat. Ebben nincs semmi különösen ben érdekes, de van benne két valóban érdekes dolog. Ugye egyrészt a Facebook az a választás előtti héten le fogja tiltani összes választási reklámot, meg hirdetést, ezzel nyilván egy csomó Facebook van. Ez is egy érdekesség, de a másik, hogy fizetni fog a Facebook olyan felhasználóknak, akik hajlandók arra, hogy a választás előtt nem tudom mennyi ideig nem lépnek be a Facebookra, és akkor lesz két csoportjuk. Az egyik, aki belép, a másik, aki nem lép be. Valószínűleg összehozzák, hogy hasonló összetételű legyen a két csoport, majd megnézik, hogy melyik csoport inkább melyik félre szavazott, és akkor lesz egy olyan kimutatásuk, hogy a Facebook kampányolás mennyiben volt sikeres bármelyik fél számára, és milyen milyen társadalmi csoportok esetén. Ez az egyik érdekesség. A másik pedig hogy itt mindenki méreget, hogy mennyit fognak költeni a, ebben az évben választási kampányokra a különböző szervezetek, és hát a korábbi rekord az volt 2016. Nyilván, ugye, az előző Trump megválasztás ahhoz képest 24 kal Tehát mintegy 5 milliárddal lesz több csak a politikai hirdetésekre szánt összeg. Tehát valami elképesztő számok röpködnek itt, és ez azért érdekes, mert ugye néha beleszállok ebbe, hogy nyilván ez is politikai propaganda, hogy miért kell a társadalmi meg vagyoni egyenlőtlenséget csesztetni, hiszen az önmagában semmilyen probléma nem okozója, hogyha ha az alsó rétegek is folyamatosan egyre gazdagabbak, egyre jobban élnek, akkor teljesen mindegy, hogy a felső egy az még sokkal gyorsabban gazdagodik, mert, mert annak elvileg nem kéne, hogy legyen hatása az életükre, illetve nincs is, kivéve, ha ezek a politikai üzenetek, ezek azt kezdik el súlykolni az emberekbe, hogy neked nagyon rossz, mert te nem élsz olyan jól, mint a felső egy És ugye ez semmi más, mint az irigység piedesztára emelése, tehát azt mondani, hogy, tehát, hogy neked igazad van abba, hogy irigy vagy, mert nem, nincs mert. Azt mondják, hogy igazad van abban, hogy irigy vagy, igen, érez magad rosszul, amilyen nem úgy élsz, mint a felső 1%. Zsolt, van mert, van mert. Az a mert, hogy adott gazdasági értékteremtést, ezt milyen, milyen, milyen jutalom illeti meg. És ugye attól, mert te csináltál mondjuk egy céget, ami, ami jól megy a tőzsdén, a társadalom nagy része azt gondolja, hogy az téged nem illet meg, te ne csak 10-szer vagy 20 annyit keres, mint egy átlagos amerikai, hanem helyette ezerszer vagy 2000-szer. És akkor azt mondják, hogy ez ezerszer vagy 2000-szer, ez már igazságtalan, ezért te fizessél be több adót hogy akkor jusson az átlagnak is. Csak Balázs, ah, erre mondom, hogy ezt ők nem mondják. Hát nekünk erről fogalmuk sincs. Hát honnan a felé... Hát, hát ezt mondják. Azért van, mert az óruk hát alá ezt mondja. Na de mert az, tehát az, azért mondják, mert az óruk alá tolják, hogy figyelj neked milyen rossz, mert eddig csak tízszer annyit keresett a CEO, de most százszor annyit keres. Az. Tehát ér, ő ezt nem de tudná. ezt, tudná. megírja az újság. ez nem, hát de, a politika, de, de hát is, ezért írja meg. politika hát... is persze felveti, de ez, ez, azért erről tudnának amúgy Na is. De Balázs, hát az újság az a, az a politika? Most nem, 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 az újság politika nélkül is van, Amerikában meg Szerintem nincs. Tehát, amelyik újság erről ír, az általában ezt a politikai üzenetet akarja súlykolni. És... De mi az, hogy politikai üzenet az, hogy írsz egy társadalomról egy kutatás, vagy a társadalomról leírt tényadatokat, ez neked miért, miért politika egyből? A... Ott van az amerikai Di Atlantic újság, a, azért... ami nagyon mély jellemzéseket ír, általában ilyen úgynevezett baloldali témákat vesz elő, ahogy te besorolod. Nagy tá... Szerintem ezek nagy társadalmi kérdésekről ír, amiket valóban, most ha politikailag nézed, akkor ezt az amerikai baloldal szokta tárgyalni. De egyébként próbál, jó, próbál erről objektíven élni szerintem. Akkor akkor szerintem ez így, ez így rendben van, és létezik független újságírás. Attól lesz, attól lesz politikai üzenet, hogy egy az egyben konvertálható szavazattá. Tehát a, a klímaváltozás miatt is lehetne politika semlegesen aggódni. Csak nem ez történik, hanem, hanem onnantól kezdve, hogy a politika átvetett is a hatalmat, onnantól kezdve az is egy politikai üzenet lesz, mert nem tudom nem mögé látni azt, hogy nem ez nem arról szól, hogy vigyázz, fölmelegszik a Föld, hanem legalább annyira arról szól, hogy vigyázz, nehogy a Republikánus pártra szavaz. Érted? Tehát ettől lesz ez politikai üzenet, és ha figyelj, ha nem lennének mögöttük politikai pártok. De nem értem, azt... akkor mi, mi a válasz, akkor ne érjünk mondjuk a globális felmelegedésre. A globális felmelegedés Tehát... szerintem egy politikán kívüli jelenség elsősorban, aztán az, hogy a politika ezt felhasználja, vagy erre épít, ebben már igazad van de itt, itt nem értem, hogy a, tehát az újságíróknak biztosan feladtuk arról, hogy egy ilyen nagy jelentőségű kérdés írjanak. A megoldást nem tudom, csak azt tudom, hogy onnantól kezdve nagyon hiteltelen lesz az az írás számomra például. És nagyon tehát akkor, 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 neked minden írás a globális felmelegedéstől örül, az, az hiteltelenné válik, ha, ha ebből így gondolkozol. Akkor nem. Elolvasod, és rögtön azt látod, hogy hát ezt a baloldal felhasználta. Igen, de hogyha mellé azt, hogy mi szól ellene, akkor már, akkor már egy, egy fokkal sokkal barátságosabb lenne, de ezt nem írja mellé, sose írja mellé. Hát mint mint a, csak vannak olyan cikkek, amik mellé írjen. Mint ahogy a PETA sem írja oda, hogy na jó, de hát most valójában most akkor mi amerett karoskodunk, hogy mészároljunk le 8 milliárd tehenet, ezt nem fogja odaírni. De figyelj, tehát azért egy kicsit más a kettő, csak hogy így a Petát védjem, hogy PETA az, amit ők képviselnek, az az egész társadalom tekintetében hogy egy borzasztó nagy kisebbség. Tehát a legtöbb ember, aki megeszi a marhát, vagy főleg Amerikában, az nem gondolom, hogy egyébként belegondol abba, hogy ezt a, ezt a marhát hogyan tartották, neki milyen élete volt. A PETA valószínűleg agresszívnak kell, hogy legyen, hogy felhívja a figyelmét ezekre a dolgokra, erős állításokat kell mutatni olyan képeket, videókat, hogy, hogy mennyire bántják ezeket az állatokat, hogy felhívja a figyelmet erre a problémára, hogy legalább erről legyen valami társadalmi párbeszéd, mert azt gondolom ez a téma még nem is tartott, hogy erről legyen. A globális felmelegedés azért, azért az egészen más. Te nem tudom, buborékban néz Balázs, hogy szerinted nincs arról párbeszéd, hogy, hogy vega vagy nem vega valaki? Hogy a túróban lenne? Inkább más a default option, amiből kiindulunk, én pont abból indultam ki, hogy már mindenki tudja azt, aki 20 másodperc állatvédő dologgal találkozott, hogy igen, annak a marhának szal az élete. Úgyhogy lehet, hogy a kiindulási pont. Szerintem, más. szerintem nagyon sok vega nem azért nem eszik húst, mert, mert a, a, petával egyébként egyetért, vagy azzal foglalkozik, hogy milyen az állattartás. Tehát azt gondolom, hogy az, az még egy, egy, kisebbség, igen. Értem, értem, hogy terjed, meg hogy exponenciálisan biztosan nő ez a szám, aki ezzel foglalkozik. És ez rendben is van így, csak azt mondom, hogy még még szerintem azért nagy kisebbség az egész társadalomban. Na jó, mindegy. Ugye én azt mondom, hogy ez az, az, az egyenlőtlenség miatt ny nyafogni, az ez szerintem egy politikai üzenet, mert valójában azoknak az embereknek is egyre rosszabb, egyre jobb, akik a társadalom ranglétlen alján élnek. De, tehát itt tetten érhető az, hogy mi a probléma ezzel a vagyoni egyenlőtlenséggel, mert ugye, van egy jó példám. Tehát, ha tegyük föl, hogy ezek az arányok nagyjából stimmelnek, a főső 1% Egyesült Államokban birtokolja a vagyon 40-50%-át, legyen 50%-át. Ha most meg, azt megcsináljuk, hogy ennek a fölső 1%-nak a vagyona mögé odaérünk egy nullát, tehát megtiszterezzük egyik napról a másikra, akkor mi történik? Valójában semmi nem történik. Akkor És ugye egyébként ez történt is, tehát az elmúlt 10 év az valami ilyesmiről szólt, mert a jegybankok a qe ken keresztül felnyomták azon eszközök árát, ami az 1%-nál. Túlnyomó többségben volt, és ezáltal megtiszterezte, lehet, hogy nem megtiszterezte, de a vagyonukat, miközben az alsó rétegeknek nem nőtt, mert hiszen nincsenek megtakarításai. Tehát mi történik akkor, ha megtisztereztük ezt az 1 százaléknak a vagyonát? Semmi. Az történt, hogy akkor ők több old mobil tudnak venni, meg többet tudnak a marsra utazni. Semmi olyan, ami a maradék 99%-nak az életét bármiben is érinteni, kivéve a 95%, tehát annak, aki csak a felső 5%-ba fér be, és ezen túl kevesebb órópes festményt tud venni, mert mindet elhapolja elől a felső 1 Tehát Valójában ennek nincs, egyszerűen nincs ráhatása, tehát kiflit nem fog elvenni előlünk a boltból. Viszont, amikor dollár ennyire egyértelműen konvertálható politikai hatalomá, mint ahogy most látjuk, hogy az, hogy ki mennyit költ a politikai kampányra, az gyakorlatilag eldönti az elnökválasztást, na akkor azért ez már egy kicsit tetten érhető, és akkor valóban azt mondhatjuk, hogy a, ez a főső 1% gazdagodása káros, mert akkor tud az élet egy olyan területére is költeni, ami mindenkinek az életét károsan befolyásolhatja. Hát figyelj, a szója befejezted, bocsánat, nem akarok közbevágni, de pont most megtaláltad a kampányfinanszírozás, mint téma, ahol az előtlenség gond, akkor tessék hogy az egészségügyet, hogy, hogy nem sikerült eddig. Tehát, hogy azt nem értem, hogy az egész felfogás, hogy amiből kiindulsz, ez az ilyen nagyon individualista gondolkodás, az ugye való háttérbe szorítja azt, hogy mióta világ a világ, arról vitatkozunk, hogy itt van egy mondjuk egy amerikai, vagy egy magyar, vagy bármilyen gazdaság, ami, ami megtermel egy valamennyi pénzt, legyen ugye éves jövedelem a GDP-t, és ez mindig is egy vita volt, hogy azt hogyan osztjuk el. És az, hogy a, a, nyilván alapvetően egy piaci mechanizmusba gondolkodunk, ez is rendben van, de azért ott van az állam, amitől ugye azt várnánk, hogy valahol biztosítson mindenkinek valamiféle minimumkat. Lehet, hogy te nem várod ezt, lehet, hogy egy amerikai republikánus nem várja ezt, én például azt gondolnám, hogy én egy olyan társadalomban szeretnék élni, ahol valami alapvető egészségügy mindenki mindenkinek garantálva van. A, a, ha, ugye arról beszélsz, hogy valakinek hirtelen, és mondjuk a leggazdagabb egy százaléknak most ne, 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 a vagyonát vagyok mondom, hanem a jövedelmét, mondjuk tízszeresére nő, akkor miért ne lehetne az egy, az egy társadalmi elvárás, hogy ebből valamit adjanak vissza a közösbe, mondjuk azért, hogy jobb egészségügy legyen. Engem azt, hogy most a Bloomberg még adott 100 millió dollárt azért, hogy a Biden jobban kampányoljon Floridába, az valószínűleg már legkevésbé sem érdekelne. Persze értem azt, hogy most a választások előtt ez, ez vitát generál, de én sokkal inkább tényleg a, mondjuk az egészségügyet helyezném fókuszba most a kampány finanszírozásáért. De ezzel az a baj, hogy tehát nem, az nem kérdés, hogy az, hogy emberek éheznek, vagy emberek nem jutnak egészségi ellátáshoz, az szégyen. Pláne a fejlett világban, vagy akár Magyarországon. Tehát ez borzasztó szégyen, és simán meg lehetne oldani, de ez nem a, ez nem a egyenlőtlenség kérdése. Tehát a, az, hogyha, tehát, tehát, Európában ez nem probléma, mégis ott is nyafogsz az egyenlőtlenség miatt, mert ott mindenki megkapja az egészségügyi ellátást. Tehát, tehát nem, nem tehát én, értem. Én, én, biztos, hogy Európában kevésbé nyafogok az egyenlőtlenség miatt, mint, hogyha, mint az USA-ban. Hogyha USA, USA, tehát egy amerikai állampolgár lennék, állampolgár lennék, akkor sokkal többet nyafognék az egyenlőtlenség miatt, mint így európaiként. De figyelj, a, a, nem érted meg az üzenetem, hogy nem az egyenlőtlenség miatt kell nyafognod, hanem amiatt, hogy van, aki nem kap egészségügyi ellátást. Amit foghatod az egyenlőtlenségre, de, de hát az igazából az egyenlőtlenség eltörlésénél százszor egyszerűbb példák vannak arra, hogy hogy lehetne ezt megoldani, és nem a egyenlőtlenségnek kell feltétlenül neki menni, hanem azt kell mondani, hogy az Obama kert terjeszik mindenkire, és hát, ne, kezel... Nekem az egyenlőtlenség az maga az, amit most leírtam, hogy nem kap valaki egészségügyi ellátást. A kettő Aztán. nekem ekvivalens. Hát az is, egy, az is egy pénzkérdés, hogy milyen egészségügyi ellátást kapsz. Amerikában ad. az a pénzkérdés, hogy mennyit tudsz befizetni a biztosítódnak. Adóformájában például finanszírozni kéne szerintem Amerikában egy normális egészségügyet. Csak Ennyi. azt tudod, hogy finanszírozzák? Tehát tessék, itt egy adat: a főső 1% fizeti a személyi jövedelemadó 37%-át az Egyesült Államokban, és többet fizet, mint az alsó 90% összesen, ami csak 30%. Tehát -e. erről van a vita, hogy ez elég vagy sem. Most értem, hogy ez így nagynak hangzik ez a szám, de simán lehet az, hogy Na, ez Na, ez fordítva is igaz. Hát ez fordítva is igaz. te is azt mondtad, hogy ha, ha százszor keres a CEO, akkor az már minden határon túl megy. Pedig hát, eh, tehát tény... Na, figyelj. Az én üzletem az, hogy amikor valaki nem teszi hozzá, hogy közben az felső 1%-hoz 37%-át fizeti az adóknak, akkor az már megint egy politika üzenet. Tehát nem feltétlenül arról szól, hogy hogy lehet orvosolni azt, hogy miért nincs mindenkinek ellátása, mert az Obama kereszt simán megoldja, hanem arról szól, hogy szavaz a demokrata pártra. Jó, figyelj Zsolt, én szívesen elfogadom, el is mondom neked még egyszer ezt az adatot, hogy az 1% fizeti a 37% adót, oké, okay, én mégis ha amerikai lennék, valószínűleg azt gondolnám, hogy ezt kevés fizessenek többen. Jó, van, a főső 50% fizeti az adó 97%-át. Ki vagyok? Na. Menjünk tovább, azt hiszem ezt Menjünk tovább. Hát és hogyha már Trumpot elők, hát ezt fiesz nem tudjuk megkerülni ezt a témát, Trump az erdőtüzeknek egy nagy szakértője, úgy látszik, beszélgetett, nem is tudom kivel beszélgetett, de hát a következőt tudom tőle idézni. Ugye most Amerikában, Kaliforniában azt hiszem, hogy óriási erőtüzek tompolnak, úgyhogy ez politikai téma is, úgyhogy Trumpnak meg kellett nyilvánulni a témában. Tudják, Európában vannak Forest City, hát szóval nem tudom ezt, hogy magyarul. Erdővárosok. Hogy, e, mik erdőváros? Erdővárosok. Hát, mint, mint nyilván erre gondolt, tudod, ahol Galadriel is élt, és néha Lázár János, oda megy rettegni, pedig nincs miért, ha tiszta a szíved. Hiszen Galadriel az együttgyűrűt is visszautasított, amikor Frodo felkiállta neki. Azért mondom, ezt, mert kiemelte Ausztriát. Hát, hogy nézzétek meg Ausztriát, mondta Trump. Igen, ez teli van ilyen lórienekkel. Teli van lórienekkel. Ott élnek az erdőben, mondta Trump. A lórient nem mondta. És Forest city hívják őket, és olyan sok van belőlük. És nekik nincsenek erdeik. Nekik, <síns> Erdőtüzeik De... vannak, erdőtüzeik nincsenek. Erdőtüzeik nincsenek, pedig pedig sokkal robbanásveszélyesebb fáik vannak. They, they have more explosive trees, ezt tudtam mondani rám. és tehát, hogy könnyebben tűz, tűzbe gyulladnak, hogy mit csinálnak? Tűzet? Igen, igen, igen. Hát, ez Tűz... nem igaz, mert most hogy magam elé képzelek egy osztrák erdőt, azt tele van nedvességgel, de szegény Kaliforniában meg minden olyan száraz. És ezzel kapcsolatban előkerült, hát ő már azért beszélt ebben a témában, és mondta, hogy akkor, ez nem tudom, egy-két éve lehetett, akkor meg éppen a Finn, nem tudom kivel, elnökkel beszélgetett erdőtűz témában, és utána azt nyilatkozta, hogy hát Finországban összegerebézik az erdőket, és ezért aztán nem égnek le. Úgyhogy, úgyhogy, nagyon, nagyon nagyot ment Trump így a választás előtt, nyilván a erdőgazdaságban, de valamiben, hát nem tudom, hogy igaza van, hogy pont, hogy nincs igaza, de ez az erdőtűz ez eszembe jutatta azt a klasszikus, nem is, az én közgazdaságtani példát, ami pont erről szól. Ugye Kanadában volt ez a jelenség, vagy van ez a jelenség, nem szeretik az erdőtüzet, úgyhogy az erdőkbe vágnak ilyen tűzelválasztó sávokat, magyarul kiírtják egy viszonylag széles sávban a fákat, meg az ajnövényzetet, hogy ne tudjon tovább terjedni a tűz. Ennek az lett az eredménye, hogy ha valahol erdőtűz van, akkor az ott marad a, abban a rublikában, mondjuk úgy, és viszonylag kicsi marad. Csak hogy ennek az az eredménye, hogy megerősödik az ajnövényzet. Tehát azok, azok a rublikák, ahol nem terjed át az erdőtűz, a tűzválasztók miatt, ott megerősödik az alnövényzet, és amikor egyszer csak mégis kitör ott is a tűz, akkor az alnövényzet már akkora lesz, hogy a legnagyobb fák is tűzre kapnak, és akkor aztán tényleg mindent elemészt, mert amúgy, ha nem lettek, amíg nem voltak a tűzáró rétegek, addig csak általában az ajnövényzet égett le, kitisztítva ezzel a, a, erdőt, és kicsi maradt a tűz maga, a legnagyobb fák nem gyulladtak meg, viszont most már, hogyha Kanadában jön egy óriási tűz, jön egy tűz akkor abból ide garantáltan óriási lesz, mert az ajnövényzet az jó gyújtós a nagy fáknak is. És ez azért közgazdaságtani példa, mert Gyakorlatilag egy ilyesmi Nek az eredménye lett a, a globális pénzügyi krízis, ugyanis ez úgy indult, hogy 1990-es évek elején Mexikó egyre nagyobb pénzügyi krízisbe került, ugye nem, hát klasszikus, mint téla Európa került 2008-9-ben, a, fölmentek a kötvényei, mindenki államcsőttől félt, stb. És akkor, a 90-es évek elején az Egyesült Államok, mivel rengeteg bankja érintett volt Mexikóban, ezért fogta magát is beállt, mint mint ahogy az ECB beáll a spanyol meg a olasz kötvények mögé, szóval az Egyesült Államok beállt a mexikai kötvények mögé garantőrként. Innentől kezdve a piac megnyugodott, már nem féltek a mexikai kötvényektől, lement a kötvények hozama, tehát megnyugodott ez a világ. Magyarul be, be, beléptek egyfajta tűzzáró rétegként. De nem azért, hogy Mexikót megmentsék nyilván, hanem hogy a saját bankjainkat megmentsék, akik Mexikóban voltak érintettek. Csak hogy azzal, hogy folyamatosan kioltjuk ezeket a kis tüzeket, amik mit csinálnának, megtisztítanák, megtisztítanák a gazdaságot azoktól a bankoktól, akik túl nagy kockázatot vállaltak azoktól a cégektől, amelyek nem jól működnek. Most folyamatosan el vannak folytva ezek a tüzek, és aztán, amikor egy mégis jött, mert így már aztán a bankok túlzott kockázatvállalást eszközöltek mondjuk így, és, és a hat, szabályozó hatóságok sem voltak a, a helyzet magaslatán, eljött a 2008-9-es krízis, ami aztán az egész világot fölégette. Fölégett. Furcsa, hogy nem volt párhuzamot igazából a mai helyzettel, Ugye, hogy egy banki beavatkozások pedig mégis csinálják, hogy fenntartják ezeket a zombi cégeket, akik már nem biztos, hogy tudnak profitot termelni, meg nem is biztos, hogy akkor értéket teremtenek így a gazdaságnak, de mivel mindig egy kicsit olcsóbb és olcsóbb a hitel, ezért ugye mindig túlélnek. Tehát így egyébként én bele tudnék vizionálni egy szuperválságot, egy óriás válságot valamikor a következő évtizedekben, ami majd ezeknek a jegybanki stimulusoknak lesz az eredménye, hogy oké, most van egy kis probléma, még több, még több egy banki beavatkozás, aztán megint van, és akkor még több, még több, mint ahogy most látjuk. Osztjuk az ingyen heti 600 dollárt, és ugye még egyelőre nem félünk, mert úgyse lesz infláció, és majd egyszer az lesz, hogy akkor már 5% lesz az infláció, és akkor ezek a jegybanki beavatkozások már nagyon költségesnek fognak tűnni, hogy hú, felverik az inflációt, meg már egyébként a következő egység hitel, meg már nem teremt akkor a következő, tehát egy egységnyi hitelhez már nem tartozik akkor a GDP növekedés, mint 5 meg 10 évvel ezelőtt, és akkor, és akkor hirtelen el kell kezdeni még több, meg még több hitelt nyomni, és annak egyre rosszabb a mellékhatásai, a negatív mellékhatásai növekszenek, még a pozitív hatásai csökkennek, akkor, akkor bele tudnék vizionálni egy ilyen következő szuperválságot majd. Azért nem mondtam ez, tudod, én megbuktam a Super Forecaster vizsgán, és én még nem látom, hogy ennek a vége is egy ugyanolyan nagy, óriási krízis lesz, de a 2008 es krízis azért már én is látom. Jó, én pedig még nem regisztráltam be a superforecaster úgyhogy még bármit mondhatok. Hát figyelj, nem csak Trump áll rosszul, mondjuk ő egyre jobban, hanem Boris Johnson is barátja, és mit tud csinálni? Ugye a, a pártjának a jobb széle az, aki most támadást indít ellene, mert ez a vírus ez elég szarul van kezelve, úgyhogy neki ment a, azt a, annak a Brexit megállapodásnak, amit egy éve ő írt alá, azt most fogta magát, és, és elkezdte nézni, hogy hát jó lenne, hogyha ott annak egy-egy pontja nem lenne inkább mégse érvényes, ami hát szembe megy minden, mindenféle nemzetközi joggal, de hát valószínűleg a pártja jobb szérének tetszeni fog. Ez igazából csak azért érdekes, két dologban érdekes. Egyrészt, hogy már megint az, hogy a Brexit megint elő tudott kerülni. Hát, tragédia, hogy mi... tragédia. Hát tényleg, nem, tehát, hogy ennél, ennél, tehát hogy ennél unalmasabbat már újra előhúzni, hogy ja. az európaiak szemében az angoloknak a népszerűsége már így is óriási mélypontokon lehet, és akkor még nem tudom, négy-öt évvel rá még, még megpróbál valamit Boris Johnson alkodozni. Elképesztő. Hát igen, ez mondjuk egyrészt azért érdekes, mert, mert akkor a vírus visszaszorulva van. Tehát a UK az egyik legrosszabb helyzetben van a vírus szempontjából, mégis Brexit-et elő tudták húzni, ez azért hogy az emberek nem annyira félnek a második hullámtól, hogy semmi mással ne foglalkoznak. Hát márciusban próbált volna meg előhúzni valami Brexit et hát kirögte volna mindenki, nem? Most, most pedig... Persze, uh, persze. Úgyhogy ez most már jött vissza a globális felmelegedés és a Brexit. Így van. A régi jónak szokott témák. A másik, ami miatt érdekes pedig, hogy Ezáltal, vagy részben ezáltal a font megint odagyengült arra a szintre, ahol az elmúlt években mindig jó volt megvenni, mert megy a hiszti ilyenkor, hogy mi lesz, jaj, mi lesz, a fonttal meg a jóke, ó, a felem árősödik, vissza, most nézem. De ezen a szinten mindig jó volt megvenni, és aztán néhány hét vagy hónap múlva 5-10%-a erősebben vissza lehetett adni. Úgyhogy ez a kedvenc trélem, ez nem befektetési ajánlás, de örülök, hogy újra fontban újra lehet trédelni. Hajrá, volt. Mert, mert ha az emberek kicsit távolabbról ránéz, akkor ugye most miről megy a vita például az, hogy mi legyen ott az Északír, Ír, meg a Brit sziget határán, milyen vám, meg ne legyen vám, ne legyen határ, legyen határ, és valójában az ebben végig gondolja, akkor azért itt, itt nem az fog történni, hogy egyszer csak azt mondják, hogy hát ez egy bürokráciai, gordiuszi csomó, amit csak azzal tudunk megoldani, hogy az Ír szigetet bebombázzuk a óceánba, hanem az lesz, hogy miután óriási káoszt okozott mindenki, azt fogjuk látni, hogy nézd már ott az emberek tovább élnek, tovább folytatják a gazdasági tevékenységet, tovább kereskednek egymással, hiába szórakoznak a európai bürokraták, meg a brit bürokraták, és úgy, ahogy ugye annó a Brexit szavazásra megrémült rettenetesen a piac, aztán kiderült, hogy semmi nincs, ugyanúgy, ahogy Trump megválasztására egy picit megrémült a piac, aztán kiderült, hogy ő se tud semmit csinálni. Itt, itt, is folytatódni fog tovább az élet vígan, a marhákat billogozzák, meg fülbevalózzák, és, és a font pedig erősödik vissza. Rossz idők járnak szegény Ray Dali óra is. Ami Miért? Nem is... Bukott a tőzsdén? Bukott, képzelt ki, bukott a tőzsdén, mik vannak. Nem is akármennyit idén, 19 százalékot, ez a Pure Alpha 2 fánja, ami azért érdekes, hogy olyan könnyen osztogatnak titulusokat ezen a tőzsdén. Hát, Warren Buffett a mindenkinek a mindenje, meg az ember, aki megmondta a válságot, ebből van vagy tíz is, de Ray Dalio pedig azzal fenyegeti őt a Bloomberg cikk idézőjelben, hogy elveszítheti a, azt a címét, hogy King of the Hedge Funds, vagy King of Hedge Funds, magyarul a kezek. Hedge Fundok királya. Már azt jól lefordítottad. Igen, a hedge fundot akartam lefordítani, de akkor be kell elégedniük a alapkezelők. király. Alapkezelők, nevez alapkezelőnek. Hát nem, mert az, az nem azért, ez az egy, ugye nyilván nem. Tehát a, a, a alapkezelő az lehet egy passzív alap, a, aki nem csinál semmit. Ezzel szemben a hedge fund az, aki... Aktív el... alapkezelők királya. Igen. Na jó, most azért egy öt perc alatt egy sokkal jobb titulust is elő tudnék szedni, de elégedjünk meg most ezzel a Balázs által fordított címmel. Szóval, hogy elveszíteti ezt a titulusát, és azért, mert esett egy alapja, ami egy 150 milliárd dolláros alap. Tehát mennyi a magyar GDP? Körülbelül annyi. Tehát egy magyar GDP-nyit dirigál szegény, és hát teszi el nyilván a jutalékokat utána. Ez eset 18,6%-ot idén, és mivel ez a legnagyobb alap a világon, ezért hívják őt King of Hedge Funds nak mert azt mondták, hogy még elkezdték kivenni az investorok a pénzüket, 3,5 milliárd dollár, na most ez 2 tehát azért ettől még nem esnék kétségbe Ray Dalio helyében. Amit tudod, hogy mi, tudod, hogy mitől bukott? Gondolom rossz részvényei voltak, jó, részvényei. Ő is netán a value részvényeket szereti, vagy ciklikustól? Minden öreg Sortolta befektető. Sortolta a technológiát, mint minden öreg befektető. minden öreg befektető, az unalmas ciklikus szarokat vette, gondolom, és aztán csodálkozott, hogy a vírus elvitte a árfolyamokat lefelé. De ami sokkal érdekesebb, ugye Ray Dalio hozzá köthető egy kifejezés, amit úgy nevezünk, hogy radikális transzparencia, úgy vezeti a cégét, hogy ott az az elvárás, hogy mindenki őszintén mondja el a véleményét. Tehát például náluk egy meeting úgy néz ki, hogy ott ülnek tizen, mindenkinél van egy tablet, és pontozza a másikat. Tehát köztük Ray dalio is. Pontozza, hogy szerintem te hülyeséget mondtál, szerintem te túlságosan bele vagy mélyedve a buborékodba, és ezért nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni. Tehát így pontozza, és aztán, aztán ezt, azt az egészet ezt gyűjti ki is, és levonják belőle a tanulságot. Ez, ez egy eszköz a radikális transzferciának, de rengeteg van. És ez azért érdekes, mert itt nálunk a oldalakkezelőben is valami ilyesmi megy, vagy ilyesmivel próbálkozunk. Tehát mondjuk, ha egyszerűen akarom összefoglalni, akkor itt az az elvárás, hogy mondd meg a főnöködnek, hogyha a hülyeséget beszél. Vagy másképpen fogalmazva, itt nem attól nő az ázsiót, ha egyet értesz a főnököddel, hanem ha nem értesz egyet a főnököddel, és persze ezt megfelelő érvekkel alá is tudod támasztani. És akkor ezzel visszautalok a podcastünk elejére, amikor azt mondtam, hogy, hogy hát az nem jó, ha mindenki sajnálja a teheneket, valaki mondja azt, hogy azért jó is nekik egy kicsit, mert, és próbálja érvekkel alátámasztani, mert akkor előrébb jut a világ, mint rédálió, vagy mint remélhetőleg a holdalapkezelő is. Figyelj, lehet, hogy a mi buborékunkban mindenki sajnálja a teheneket, én továbbra is azt gondolom, hogy a többség nem sajnálja, de ebbe most ne sok ki újra. Egyébként így van, mi is próbálkozunk ezzel, bár azért a Rédelionál az egy fontos pont, amit említettél, hogy utána ezt visszamérik, és ugye azt, hogy valaki mit nyilatkozott a múltban, milyen befektetési javaslatokat tett, mi mellett állt ki, azt ugye e, tudják mérni, és ezáltal lehet azt is akár mondani, hogy aki, aki a múltban ugye jobban eltalálta, annak annak most a jövőben magasabb súlya, a ladba a véleményét. Nálunk azért még ilyen pontos, precíz rendszer nincsen, inkább a, csak a kultúrát e, szeretnénk meghonosítani. Hát lehet, hogy azért, mert nincs 150 milliárd dolláros alapunk. Úgyhogy kedves hallgatóink, ez most egy befektetési ajánlás. Kérjük, vegyenek 150 milliárd dollár értékben hold alapkezelő alapokat, hogy lehessen real-time hülyeségmérő kütyünk, amit viszont a podcastre tilos alkalmazni. Igen, ez a kultúra azért nagyon, nagyon érdekes. Hát azért nálunk sem lehet ezt teljesen meghonosítani, tehát nyilván ezt, ezt azért nehéz levetkőzni, ezt a mentalitást, meg hogyha mindenkit úgy vennénk föl, hogy ha aki lemeri anyázni az őt felvételítettetőt, azt vesszük föl, akkor, akkor nem tudnánk 60-70-en lenni valószínűleg a cégben, hanem 15-en lennénk, és ráadásul folyamatosan egy, egy, egy másra vitatkoznánk minden hülyeségen. Mert minden esetre azért, azért ez a mentalitás, ez egyrészt, hát számomra egy sokkal jobb munkahelyét teszi a oldalak közelőtt, meg hát gondolom Ray Dalio irodáját is azzá tenni, meg érdekesebbé, meg hát reméljük, hogy előremutató is ez a dolog. Egyébként Balázs, te nem is láttál más munkáját, szerintem csak ezt. Úgyhogy el tudod képzelni, hogy mi megy egy, egy rendes multinál, ahol, ahol, a dörgölőzés az érték? Azért nagyon sok barátom multinál dolgozik, barát nem is egy multinál dolgozik. Egyébként azt sem gondolom, hogy ott minden esetben az lenne, hogy a dörgölőzés az érték, nem tudom. Jó, nyilván túl, -túl Elnézést a múlti alkalmazottaktól, olyan biztos van köztünk. Olyan biztos van, vigyázz rá, vannak egy pár. Csípa, egy együtt tehén, nem biztos, nekik nek belé, belé merek szállni, de a multi alkalmazott valószínűleg van. Na nézzük, van itt egy hírünk, ami hát sajnos már Bloomberg is klikvadász nyilvánvaló, mármint nem a Mike Bloomberg, hanem a Bloomberg.com. Van egy hírünk, hogy egy finn alapkezelő hogyan talált meg egy részvényt, ami aztán 14-szerezett. mondjuk nem volt, hát nem mondom, hogy nem volt nehéz megtalálni, mert ugye egy gubi kesztyűgyár, vagy mi a fene Ázsiában, ami, ami itt a vírus miatt aztán felrobbant az árfolyama. De ez nem érdekes, tehát az, hogy egy, egy, egy alap talált egy részvényt, ami fölment 14-szeresére, az érdekes, hogy a Bloomberg miért ezzel írja a cikket, amikor sokkal érdekesebb dolgok vannak ebben a cikkben. Arról szó, hogy leírják, hogy ezek a fund managerek, ezek nem, nem csináltak más, mint egy éven keresztül meglátogattak rengeteg céget, és mindenhol beszélgettek a CEO-kkal, ugye mi is csinálunk ilyesmiket. Leírták, hogy, miből tudnak milyen következtetéseket levonni, és szerintem ez tök tanulságos, úgyhogy felolvasok néhányat. Azok a CEO-k, amelyek magabiztosak a következő jelentős szezon előtt, azok sokkal inkább hajlamosak arra, hogy majd dicsérjék a céljukat, és ezért sokkal inkább hajlandóak találkozni velünk. Azok, amelyek ezt eltolják, azokkal lehet itt probléma, tehát aki el elhalasztja a találkozást. Egy másik biztos jel, vagyis egy másik jele annak, hogy ennek a cégnek jól megy, hogy a, a CEO, az könnyen érthető nyelven beszél, egy csomó számot idéz, miközben az, aki megpróbál halandjával, meg érthetetlenséggel ködösíteni, annak nyilván van rejtegetni valója. Aztán az, amelyik CEO hajlandó a a vállalatokat érintő kockázatokról nyíltan és őszintén beszélni, az is egy olyan cíjó, amelyik maga biztos a cégével kapcsolatban. És végül az utolsó, hogy azok, akik rá tudnak mutatni arra, hogy miért van alulértékelve a vállalatuk, hol hibáznak a befektetők, na azok is olyan vállalatot irányítanak, amelyik inkább rendben van, és ezek, ezek ugye a mindennapi életben is tök jól használható utasítások, vagy nem utasítások, hanem guidelines ok a való szerintem azért nehéz itt pontos különbségeket tenni, egyrészt mert nincs olyan nagy adatsorod egy managementről, ugye negyed évente vannak ugye kötelező jelentések, oda azért én azt gondolom, hogy majdnem mindenki felkészül, tehát az nagyon ritka, amikor ott a vezérigazgató az azt tudja, hogy miről beszél, vagy hogy ködösít, tehát azért mindenki azt gondolom, hogy annyival jobban értik a, vállalatot, mint a befektetők, hogy, hogy, tudnak válaszolni minden kérdésre. A másik pedig is sokszor lehet húzni azt a kártyát, hogyha valami kérdés van, hogy hát ugye erről nem osztunk meg információt, mert hogy egyszerűen ez a vállalati policy. Úgyhogy azért, azért ezt, ezt szerintem így nem könnyű érezni. Hát az, hogy eltolják a találkozójukat, azt meg úgy sokszor nem tudom előre, hát lehet, hogy csak azért tényleg mert elfoglalhat az az igazgató. Na minden, ők megpróbálták kvantifikálni. Aztán. Így van, hát egyébként valószínűleg igazuk van, és egyébként a, utólag akkor a, a, Nikolának a szióját azt meg lehet vizsgálni, hogy ő hogyan reagált ezekben a szituációkban. És hát akkor fejezzük be egy kis vírussal, mert hát ugye megint eljött a portások időszaka, vagy mondjuk ugye a portások két, tehát akik, akik ugye az életre hivatkozva minden szabályt mindenkivel betartatnak. Én is elmentem képzeld teszteltetni. Nem, nem, nem annyira az én miatt, hanem inkább a környezetemben lévő hipohondiája miatt. De hát ebből azért rengeteg tanulság jön. Le. Tehát egyrészt az, hogy mennyire igaza volt abban a Negatív azt, vagy hogy, pozitív, nemcsak azért volt. Nem tudjuk, mert ez hét, mire kiderült. Tehát egészen elképesztő dolgok vannak ebben a magyar tesztelési izében. báradás ez a magán. Úgyhogy nekem valami olyasmi, olyan útra sikerült lépnem, aminek nagyjából egy hét múlva van eredménye. Ha nem esne bele hétvége, akkor lehet, hogy a héten belül meg lett volna, de hát sajnos csütörtökön találtam ki, hogy akkor nem is én, hanem a, aki körülöttem aggódik. De, és ugye Szabolaci mondta ezt, hogy, hogy az a baj ezzel a vírussal, hogy nagyon sok embert lefog. Tehát amikor azt, hogyha én kitalálom, hogy figyelj, most ez a tűzszentés, ez gyanús, hogy ez koronás tűzszentés volt, és akkor ettől öten megjelennek a környékemen, és az ő környezetükben is öten, 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 akkor hirtelen 25 embert egy kicsit leblokkolunk, és ezért lenne fontos ez a gyors tesztelés. És ezt az egyet kell volna kiépíteni ennek a magyar államnak, vagy leginkább ez kellett volna, hogy mire jön a második hullám, addigra az emberek, akik ilyen hipohonder ösztönöktel vezérelve rohangálnak tesztelni, azok ezt gyorsan megtehessék. Akár ingyen is, ugye? Tehát ez is egy kérdés, hogy ingyen vagy nem ingyen, és akkor mi a nagy intézkedés a magyar állam részéről, hogy akkor hatóságjárás lesz ez az izé, ami mire jó, hogy még azt a meglévő kapacitást is egy kicsit csökkenti, mert hogyha nem kérhetett 15 ezer forintot az a nem tudom melyik cég a tesztér, hanem csak hetet, akkor még kevésbé fog hétvégén dolgozni, mert mi a francia, hiszen alig tud rajta keresni, és akkor pont ugyanúgy nem lesz nagyobb a kapacitás, hanem egy kicsit mások tudják megkapni, csak még csökkent is az a kapacitás, tehát ezt sikerült elérni, tehát ez is egy ilyen politikai intézkedés, nem szerveztük meg a tesztelést, helyette inkább kidobunk egy hatósági árat, milyen jó lesz. Igen, ez szerintem is probléma, azért itt persze nem bírom megállni, hogy ne jegyezzem meg a hiponder tesztelőkre tett megjegyzésedet, ezzel ugye nem értek egyet, tehát hogyha megnézed azokat az országokat, akik küzdenek a koronavírus ellen, szerintem mondjuk délkora az egyik legsikeresebb messze, pont azért, mert nagyon sokat tesztelnek. Csak, csak az, ugye az, át kell lépni egy, 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 kritikus tömeget. Tehát az, az hogy a, ami most itt nálunk van, hogy hát van, aki elmegy, van, aki nem megy el, aki elmegy, az is egy hétig, az, az semmit nem segít. Tehát, Persze, hat, ezért... hatékony, olcsó tesztelésre van szükség, gyorsan, jó kontaktkotással, ez van délkorában, és azért tudnak el jól küzdeni a vírus ellen. Na hát tudod, hogy Svédországban semmi ilyesmi nincs, érte, De van, mert hogyha ott is, hogy te tüsszentesz. Hát, tudom, érte, már csak a... meg is haltak, sajnos most már viszont Tehát érted, most egész Európa berobbant, az összes skandináv ország berobbant, ki a Svédország. Ott, 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 hát, egy... mert ott most lecsengőben van, ez világos. Nem, nincs lecsengőben. Lehet. Hát ott a júniusban volt lecsengőben, vagy májusban volt lecsengőben, azóta meg se nyikkant az a. Az hát, a... Már lassú lecsengés van egy alacsony szintről, ez így van, ettől még visszatérhet majd a vírus. Ne, igen, mindig ezt hallom. Úgyhogy én ké két megoldást látok erre. Az egyik a magyar egészségügyi rendetétele, hát ezt úgy látom, nem ezen az úton járunk, még a magánt is blokkolják helyette. A másik pedig átaludni, és ehhez, ezt az egész. Tehát ezt a néhány hónapot akkor én ezt szeretném átaludni, köszönöm szépen, addig itt a hipohonderek tesztelik egymást, én pedig majd utána akkor ezt a három hónapot az életemből visszakapom, amikor majd táncolhatok is, meg amíg ugye eléggé összebarátkoztak ezzel a vírussal, ahhoz, hogy engem ne nyagassatok vele. Mert azért ezt észre kell venni, tehát hogy azért én bemondtam, hogy én tűzszentettem egyet, ami gyanús, attól még nem én vagyok az egyetlen kockázatforrás. Tehát az, hogy itt végtelen energiával utána járok, hogy vajon ez a tűzszentés, ez tényleg tartalmazott egy koronavírust, az nagyon kicsit csökkenti a környezetemben élők esélyét, mert közben a száz másik ember, akivel találkoznak, az csak az segítene, ha mindenki hetente folyamatosan tesztelne, de ez nincs. Tehát az, hogy ez a szúró próba szerűen egy-egy embert ki De mert át... hát azt kell csinálni, akiről kiderült, hogy pozitív, annak a környezetét kell gyorsan felmérni. Jó, hát attól vagyunk a legtávolabb. És találtam erre az átalvásra egy módszert, szembe jött a Facebookon. Van egy cég, ami, lehet, hogy több cég is van, ami 200, potom 200 ezer dollárért befagyaszt, tudod, mint Han solo a birodalom visszavágban, mondjuk egy kis, kis, kis hátrány, hogy csak holtesteket fagyasztanak, de figyelj, lehet, hogy megéri, így is, kipróbálni velem, és tudod mi a baj ezzel, hogy ugye már most is sírtok az egyenlőtlenség miatt, de hát ugye ez, ez mit csinál ez a cég, ez 200 ezer dollárért lefagyasztja a testedet, akár mennyi időre, nem tudom mennyi időre, és aztán abban bízva, hogyha majd egyszer oda jut a technológia, hogy Tud, föl tudnak téged érezteni, és mit tudom én, a, a rákodat addigra már meggyógyíták meggyógyítják, és akkor újra élhetsz még 50 évet. De akkor ugye mi történik? most, már most sírtok az egyenlőtlenség miatt, de mi lesz itt 50-100 év múlva, amikor azok, akik most 200 ezer dollárért lefagyasztják a testüket, elkezdenek föléledni. És akkor érted, akkor, akkor meg lesz a főső 1 százalék, csak még mondan innen is még oda exportáljuk a mi fölső 1 százalékunkat. Hát és mi lesz a vége? Az, hogy annyian, lesz, annyian lesznek ott a főső 1 százalékban, hogy kénytelenek lesznek maguk lemosni a rojsz, Hát figyelj Zsolt, ezt már nem kevés skifi meg film feldolgozta, de majd ezt a problémát megoldjuk, ha odaértünk ott is ez volt, hogy összeomlott a társadalom, mert csupa a Igen, igen. Úristen. Gondol, ez a, kérdéssel a kérdése meg gondolkoztak egy páran. Na jó, ha, hát jó te... van, ez jó, jó lesz végszóna. A hétvégén még gondolkozom ezen a kérdése, hogy akkor ez most áldás vagy csapás. Addig is mindenkinek jó szórakozást, a viszont hallásra. Viszont sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a Youtube csatornánkra, ahol hasonló tartalmakkal találkozhatsz.